It's brand new. Óra múlt 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello Feri, hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! Végtelen vidámság, ugye? Az. Most még? Az. Most még. Illetve ha holnap ilyenkor megint, akkor már minden rendben. Na, hello mindenkinek! Már itt vannak a hallgatóink, vagy hát legalábbis egy részük már sikeresen átjutott a biztonsági ellenőrzésen, átvilágításon, neurológiai vizsgálaton, röntgenkapun és minden. Egy másik alkalommal. Igen, megérkeztek. És hát ugye a helyszínünk a budaörsi repülőtér. Gyerekek, nem akarom most ezt elkiabálni, mert ez így negyed hétkor korai lenne. De nagyobb a gyep, mint nálunk ott a és ez zavar. Szeressétek fel a gyeptéglát, vigyétek a kertembe. De ilyen jó idő, tehát az elmúlt három nap után ez a jó idő, ami van. 12 fok, nulla szél, felhőtlen ég. Na jó, az azért az erős túlzás. Kicsi van. Kicsi felhő. Minden adott egy jó műsorhoz. Elárulhatjuk. Egy jó leesés. Ez elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy mi a délután Balázsral kint töltöttük technikai próbán, és az egyik kedves kollégánk fölment azzal a sárkánnyal egy picikét, amivel Jani belé nézett a dologba. Nem volt őszinte a mosolya, hogy visszajött. János, nagyon nagy szeretettel köszöntünk, fogod élvezni. Ja, és még egy fontos dolog, az összes repülőgépes szakember azt mondta, hogy bármire, ő kiül a szányra szék nélkül, kapaszkodik, egy dologra nem ül föl, a sárkány repülő. Erről egyébként meg fogom interjúolni a sárkánynak a pilótáját, mert hogy nagyon sok embertől hallottam ténylegesen ugyanezt. Elsétáltam egyébként, meg picit korábban jöttem meg, hogy körbe tudjak menni a repülőtéren, és akkor itt ott felfedezek magamnak dolgokat. Körbe sétáltam, és akkor aztán jöttem visszafelé, megint indultam arra fel, megkérdeztem, hogy hol van az én kis sárkányom. És most kétszer eljöttél mellette. Mi van? Melyik az? Érte. Mert hogy nem tűnik úgy, hogy repülésre alkalmas. Nem, szabad szemmel nem nagyon látható. Nem. Az a helyzet, hogy egy pici, igazából meglehetősen kis bizonytalan eszköz. Hát tegnap mondom, én ezt láttam a levegőben, eszembe jutottál sokszor. Igaz? Hogy, jaj. Mint hogy a Decathlon parkolójában felkapott valahol egy sátrat a szél, és idáig hozta volt. Én vártam a kisfiút a madzak végén, tudod, hogy így ereget is áldogál, és valahol a mezőn kerestem, hogy biztos itt van egy gyerek, aki felengedte. A kisfiúk nem hiszik el, hogy ezt fel lehet engedni. Ők nagyobban játszanak. Jó, de tegnap nagyon nagy szél volt, ugye mi nem repültünk, János se repült, tehát egyikünk se repült el és próbálta le ezt igazából. Én igen, nem volt semmi. Megnéztük a gépet, megnéztük a széket, átbeszéltük a dolgokat, megnéztük a helikoptert. Hozzáadtál ami... még raktapaszt, hoztál még szikszalagot és tűzőgépet. Igen, megnéztük a helikoptert, minden. Szóval szemrevételeztünk, lepróbáltuk hangot, stb., hogy milyen hangos lesz. Hát én már úgy ismerkedtem a pilótáimmal, gyerekek, azért ők sem mennek a szomszédbe egy jó tréfáért. Tehát amikor azt mondják nekem egy órás bitlét után, amikor így elindulok az ankertes, hogy figyelj Baláskám, ha látod kilazulni a hevedet, de ott fönn, akkor fordulj oldalra, mert hogy kisebb a légellenállás. Nyilván. Mondom, srácok, ne butáskodj a tényleg. Ez a fordulj, bekajálta. És meghajálod, érted? Nem tudom, én a katasztrófa védelemmel beszélgettem, három vidám fiú jött, akik elmondták, hogy majd itt fogja szorítani, meg emelünk, ha ne féljél, amikor egy kicsit egy ilyen egy métert lejjebb esel, csak lazul a kötés. Mondom, hülye, fajdán, ne haragulj, mi az, hogy lejjebb esel? Tegnap beindították az ankettest is, nem voltam nyugodt, mikor az a fehér füst előtört belőle. Így van, ennyi év után beindítani ezt a gépet azért. Mondom, gyerekek, egy alapos motorkarbantartás, azért még végezzünk el reggelig. Olyan fehér füst jött belőle 2 percen keresztül, hogy komplett Török Bálint smogriadót kellett, hogy fújjon. Én nem tudom, az egyébként természetes, egy némi felhalmozódott kis fogyogászat. Gondolom, én már meg se rándítottam a vállam. Mondom, nincs ezzel baj, egy kis fehér füst, hát nem lehet nagy baj. De a szakemberek örültek neki? Öt henger már működik. Na most egy darab, egy ilyen tényre fölhívnám a figyelmeteket, hogy tegnap mi megismerkedtünk egy emberrel, akivel én hétfőn beszélgettem. Ő az Oletics Imre, aki felelős az egészért. Uh-huh. Csak mondanám, hogy nincs itt. Így van. Jelenleg Paraguayban tartózkodik. Tehát ő már lelépett. Igen. Az a lényeg. Bármelyikünkkel bármi történik, a másik kettő masszívan perel. Jó? Jó. Hát, teljesen egyet. Tehát ez a lényeg, hogy bárki eszi majd holnaptól szívószállal a krumplipürét, egy a lényeg, hogy a másik kettő, aki viszont itt marad, az perel. Élete végéig küzd a harcos társért, aki alul maradt a küzdelemben. Jó? Jó. Ó, kapitány úr, jó napot kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Jól aludtunk? Minden oké? Okay? Ittatok este? Volt egy kis piágatás. Jaj, de szeretlek mutogatni, hogy volt egy kis piágatás. Hát nincs jobb, mint két másnapos pilótával felrepülni. Ő valószínűleg jól aludt, hiszen 30 éve ebben a műfajban mozog. De te jól aludtál-e?
Ja, gyerekek. Neki ez ugyanúgy egy feladata, mint amikor le kell permetezni egy rendszertáblát. Neki ugyanaz. Számtalanszor megcsinálta már, hogy valami fennakadt a repülőgép szállján, csinált néhány fordulót, aztán lejött róla, ez is megvan, aztán hazahúzott. Érdekes, igazából nem a gép, szóval azt gondolom, hogy, hogy abban valahogy bízok. Tehát, hogy ott van, jól néz ki, dupla fedeles, le is vitorlázik majd valahogy, azzal nincs baj. Eredetileg három fedeles, amúgy csak leszakadt két nap előtt. A kapitány urak is nagyon-nagyon régi rutinos öreg rókának néznek ki. Az a kettő darab piros színű, eredetileg piros, most már átfestett fekete camping szék, ami oda van erősítve fölülre, na azért az egy picit elbizonytalanított. Hát én nem azt mondom, hogy egy ilyen hintaszéket, vagy egy fotelt, vagy egy karosszéket képzeltem, de ez a körülbelül, amit így horgászáshoz magadhoz viszel, veszel, és ja, elindulsz vele. Ja, azok a gépszárnyán, én azt hittem, hogy a gép mögött van két magas les, és a tetejét látom pont. Ja, azokba akarsz beleülni? Az hát egyikbe, igen. Nem akar, de most már húsz. Én azt hittem, ezt később rakják rá. Nem, a székek már fönn vannak, ugye a kettő darab szék van a két szárnyon, itt áll előttünk az Ankettes egyébként az üvegstúdió előtt. Mindjárt beszélünk majd az online közvetítésről is. És ugye az egyik széken van az ellensúly, hogy azért mégse egy ilyen végig masszív balforduló legyen. A másik széken, a menetiránynak megfelelő oldalon, jobb oldalon, az a kis karfás jellegű kis kapaszkodós, az az én székem. Na most én tegnap fölmásztam a tetejére, hát kim volt a Tibi is egyébként, a Kassa Tibi a próbán, hát nagyon jól szórakoztunk, mert mind a kettőnek nagyon durva tériszonya volt. Ő fölmászott a gépre, elment az elejéig, és mondta, hogy ő már szárnyra nem megy ki, köszöni szépen, és visszafordult. Mondom, Tibi, akkor lejött a komot, hogy hát azért én is fölülnék. Mondom, hagyjál, mert kis esélyt sétáltál a szárny tetejére. Hát ugye a második szárny teteje, az mennyi, egy 5 méter, 6 méterre van a földtől? 5. Végig kell sétálnod a szárnyon, ugye, hogy eljussál a székig, egy kb. 15 centis sávon keresztül, mert nem léphet se a fékszárnya, se a puhább részekre. Tehát ott már ilyen kis egyensúlyozás van. Ja. Ott leszakad a vászon, illetve az Ankettes tetején, ahogy kiérsz a szárnyig, kisétálsz, ott ablakok vannak a törzsön, amiket szintén át kell lépni. Mert nem lenne baj, csak ott 4-5-6 méteren ott egyensúlyozni, egy 20 centis kis palló részen. Szóval már a bejutás is elég izgalmas. És ezt elmondom neked, hogy ez lesz a kisebb bajot, hogy te hogy sétálsz oda, majd amikor repül. Bizony. Az lesz azért. Az a baj, én is. Szerintem egyébként még lesz itt egy-két olyan dolog, amit nem árultak el neked, hogy például mielőtt beszíjazzanak az üvegbe, hogy megkér majd a pilót, hogy pöccints már be a légcsavarokat. Balázsom, balról jobbra! Hát tegnap, pörges már be, légy új kedves! Tegnap konkrétan ez történt. Indítás előtt oda ment a két pilóta, nagyon drágák, megfogta az egyik a légcsavart, föltette a kezét, elindult vele sétálni, lökött rajta egyet. Jött a másik, beállt, talán sétált vele, lökött rajta egyet. Ezt csinálták fél percen keresztül, és utána történt az indulás. Mondom, Jézus Isten! Milyen állapotok, uram? Szaladj már be, Dezsi, a VD40-ér, mert nagyon ragad. Figyelj, jó lesz, megbízható lesz ez. Tegnap mindenki megnyugtatott, ez egy nagyon megbízható gép, úgyhogy... Sokszor fogod emlegetni valószínűleg repülés közben majd a gépnek a típus száma. Mam. Utólag tudom mondani viszont a gyerekek, hát én csak a hívójelünket mondtam. Jaj, igen. Így kozmetikál. Igen. Na, ti hogy aludtatok egyébként? Mindenki jól? Mind rendben? Semmi? Persze, mit izgulsz? Hát azért végighallgattam Feri tegnap ezen a kis értekezleten, meetingen, csapatgyűlésen, olyanok voltunk, mint tényleg egy ilyen expedíció, hogy beültünk a sátorba 12-en, mindenki, a műszak, a pilóták, mindenki, átbeszéltük az egészet. Hát azért a tiéd se hangzott túl jól. Nem, a Jani meg nem nézett ki túl jól, amikor tegnap próbarepülés volt. Az enyém az konkrétan szar lett, már bocsánat, én már tudok mindent, de nem akarlak stresszelni benneteket, hallgatok, elég, amíg most Balázsér izgultok, majd 8-kor én kiabálok nektek, hogy baj van. Én mindig úgy vagyok ezzel, hogy majd akkor, amikor már ott vagyok. Most ugye, hogy előre izguljunk? Minden? Á, semmi, most azért... kell izgulni. Én beszéltem itt egy pár szót az Imrével, még így hogy egy percekkel ezelőtt ott váltam a hangárba, és megnéztem, milyen gép csodák vannak ott, és ő mondta, hogy egyelőre az helikopter, amivel terepülni az nem kapott felszállási engedélyt, viszont itt van természetesen az Ankettes, mert ugyan egy kicsit húzni kell majd téged a gyepet. De hogy egyébként arra is tökéletesen alkalmas ez a gép. Így van, meg tudja ez is csinálni. Akár még egyszerre ketten is tudtok velem. Tehát úgy, hogy Balázs fönt én meg futok alul, nagyon jó lenne. Igen, következőképpen néz ki a Ferié, de majd erről 8 óra után beszélünk még egy kicsit részletesebben. A helikopter felszáll. Feri nézi, hogy merre száll fel a helikopter, ugyanis a pilóta nem látja majd. A Ferit ugye nem lát maga alá. Ezért Feri, ha látja, hogy a helikopter egy kicsit alá ment, neked alá kell sétálnod, már megfeszített kötélre, mint a konkrétan te eregetnéd a helikoptert. Besétálsz alá, és amikor mutatod, hogy oké, mehetünk, akkor szépen felkapnak. Akkor elindulunk. Egy ilyen nem több, mint egy ilyen baráti 30-40-50 méter magasságba egyébként, ami egy 10 emeletes háznak a tetejének felel meg, illetve az 50 méter már egy kicsit több. És akkor elindul itt.
a repültetés. Azon mondjuk mi jól fogunk szórakozni. Az de... biztos, csak ne felejtsd el, nem. Hogy te utána jössz. Akkor szólj, ha egy rossz, gonosz dolgot hallasz tőlem. 9-től nagyon kiszolgáltatott leszek. Biztos, nem akarok senkit a méltóságában bántani, sőt, ugyanezt várom el tőletek, hogy őrizzük meg egymás méltóságát. Persze. 6 órától 10 óráig inkább emeljük a rendezvény fényét, semmint a másikat, aki éppen ott nagyon szenved, beledöngőjük a földbe. Egyik sem egy egyszerű történet egyébként, tényleg. Úgyhogy belenyúltunk ebben, most már nincs mit tenni igazából. Azt írják, hogy ne aggódjunk a fehér füst miatt, mert legalább megvan a pápa. Igen. Örülünk is neki. Na, azok a hallgatók, akik ide tartanak, hát nem annyira egyszerű megtalálni ez a kisebb bejárata szerintem a reptérnek, de csak az előre regisztrált, neveket leadott hallgatóink jöhetnek ide. Sorompó, rendszám ellenőrzés, névellenőrzés után ez a kőérverre kiút? Vagy igen, ez melyik? Kőérverki. Kőérverki. 36 felől kell jönni, viszont arra nagyon oda kell figyelni, hogy az első jobbra kanyarodási lehetőségnél, ahol ki van írva, hogy kőérvereki 36, ott nem kell lekanyarodni. Menni kell tovább, látjuk szabad szemmel is, hogy merre van a repülőtér, abba az irányba menni kell tovább, mert különben bemész is találkozol egyébként nagyon szimpatikus, nagyon kedves portásokkal, akik egyre jobban fognak már röhögni. Igen, ezek már 10. Hihetetlen, ott van a repülőtér, menjetek meg. Ott mentem be én is tegnap. Mi is ugyanígy ezt eljátszottuk. Irányító toronynál kell bejönni. Ilyen kör alakú kissé bomladozó épület. Azt egyébként el kell mondanunk, hogy valamikor azért szebb napokat látott a budaörsi repülőt, és reméljük, hogy valamikor majd a közeljövőben ezt az egész épületkomplexumot felújítják, hogy talál majd valaki egy komolyabb vállalkozó benne fantáziát, mert egyébként gyönyörű. Persze, festői, gyönyörű. Dehogy is, nincs lelakva. Á, gyönyörű. Emlékszem, az alapjait együtt rakták le azzal az ankettel, akkor hozták ide. Mennyi idős ez az ankette? Semmi, 40. Most komolyan. 47 környékén kezdtük el forgalomba állítani, igen. Tényleg? Aha, igen, akkor már egy picit elavult technikának számított, magyar. Akkor jött le a futószalagról? Ez a múzeális érték. Egyébként ennek már a közlekedési múzeumban lenne a hely. Volt. Hát ott volt, csak visszahozták. Csak nem kaptak hozzá, a jobb szárny az nagyon sokáig nem volt meg, és most rendeltek egyébként Ugandából egyet, ott találták. De 2004-ig gyártották, érted? Tehát ha ennyire sokáig megy, akkor jó a technológia. Nagyon megbízható. Innen így van, tehát hogy még mielőtt egyébként ide gyűlnének egykor és jelenlegi pilóták, hogy irgalmatlanul megverjenek minket, aztán karóba húzzanak, és itt a budaörsi repülőtér gyepén felállítsanak minket, utána pedig leöntsenek kerozinnal és meggyújtsanak. Tehát az An-2-es az a világ egyik legbiztonságosabb repülőgépe, és iszonyú sokoldalú, gyakorlatilag a mezőgazdaságon keresztül a hadi repülésen, hát a polgári repülésen mindenhol alkalmazták és alkalmazzák is, úgyhogy semmi gond nem lesz. Hát nyilván vannak olyan funkció, amiket korábban így nem nagyon használtak ki, emiatt azért kétesérső dolog továbbra is, például ha emberül a szárnyára egy székbe. Ja, gyerekek, jó lesz ez. Jött egy-két SMS, ami drága hallgatóink már itt vannak. Még előtte gyorsan egy mondat az online közvetítésről, hogy nem sokára működik egyébként a dolog, most még senki nem marad le semmiről. Amikor meglátjátok a streamet a Facebook oldalunkon, szerintem ott a legegyszerűbb feljutni, akkor onnantól kezdve tudjátok majd élőben nézni a történteket. De most még nem egyébként. Szerintem 7 óra után áll ez össze, hogy már tudjátok nézni. Jani repülését természetesen már élőben lehet látni. Kisütött a nap ebben a pillanatban, látod? Kiváló idő van. Tényleg. A streamen keresztül gyönyörűek leszünk, valószínűleg csak kis idő kell, míg a Gyula odaél a kábelünkkel az ülőjog 102-ben. Igen. Na nézzük egy-két SMS-t. Drága fiúk, én annyira izgulok, értetek már előre, hogy egész éjjel ment a hasam. Most már lehet, hogy fogorvoshoz kéne. Lehet, hogy orvoshoz kéne menni. Nem, ügyesek lesznek, puszi nektek. A hobbi szakácsotok vérére szomjazom. Jaj. Dobjátok ide Koncnak, ő játszani akar. Hobbi, te. Igen. Tudod, mert ez, hogy hobbi. Nem. Feri a mai napon csak és kizárólag a lengőteher elnevezésre hallgat. Szólítsatok csak így. Balázsa, mégis történne valami. Vihetem a bringát. Az igazi őszinte aggódás. Igen. Nagyon jó, nagyon sajnálom. A bringád enyém lehet. Igen. Azért kell kézzel átforgatni a légcsavart, mert csillagmotorról van szó, és az indításhoz legyen megfelelő kenés a motorban mindenhol. Erekek, itt vannak szakik, akik hallgatnak. Na, ennyi. Igen. Ez megnyugtatta, de azt hittem, hogy csak úgy bemelegítenek, itt tornáznak egy picit, tudod, karokat, lábakat. Ez egy ilyen szertartás, egy gimnasztika. Igen, ez egy rituálé. Te is tekersz egyet a légcsavarod, én is tekerek egyet. De tegnap tényleg csinálták, igen. Úgyhogy...
Hát nagyon sokan kívánnak még itt nekünk sikert. Úgyhogy mennyis Feri és teker meg kétszer-háromszer. És most jutik el 4000-szer, vagy 4000-szerre az, hogy Gyugi még semmi nem maradt fönt, úgyhogy a repülőgép egy jó szerkezet. Igen, és még azt írjátok meg, hogy a repülés ez biztonságos, a zuhanás az, ami marha lesz. Ja, igen, az tegnap egy olyan 45-ször. Igen. És még azon gondolkoztam, hogy itt van néhány szerencsés hallgató, akik ugye bekerültek ide és bejöhettek hozzánk, hogy látod az aggódást az arcukon? Te ezek kávéznak, fekszenek itt különböző napágyokon, és mosolyog mind. Szerintem... Te nem izgulsz értünk? Milyen dolog ez? Szerintem rohadt jól szórakoznak, és egyáltalán nem izgulnak. Tehát senki nem izgul, mi hárman konkrétan. De nagyon jó, mert ez micsoda? Ja? Hát ez konkrétan az, hogy a streamünk kezd beüzemelődni. Kezd beüzemelődni, a stream így van, és közben itt tényleg, ahogy Feri is mondja, napágyakon fekszenek a mi hallgatóink. A hőmérséklet ezt még talán nem teszi annyira indokoltá, de egy óra múlva már minden további nélkül tényleg ilyen kis nyugágyakból vagy napágyakból lehet itt nézelődni. Én már egyébként ugye berendezésen is itt voltam, és ahogy épült ki az egész, nagyon tetszett. Egy iszonyatosan profistából dolgozunk együtt, mondták ide a napágyakat, ide a három hordágyat. De mobil koporsó. Te végigjártad az egészet, nézted az építést, te itt aludtál? Vagy négykor kijöttél? Nem tudom, hogy sikerült, de nagyon korán. Mondták is egyébként, hogy ilyen még nem volt a rádió története során. Én értem volna ki elsőnek. Így sikerült. Te általában Feri érkezik meg először, ugye? Így, te jössz ki először. Én vigyázok mindenre, hogy mikor ti itt vagytok már, az csak a biztonság, csak az épség. Ugye korán értem ki direkt, hogy ne lássak, amikor felveszem a harisnyámot. Van? Hát. Remélem egyébként te is hoztál magaddal meleg ruhát. Ismersz, hát most... Hát tudod, egy póló meg egy rövidújú póló van rajtam. Ne tartsd vissza, nagyon... ne tartsd vissza! Ugye, hogy dab és dabberbe, majd nagyon, melegen tartod magad. Ilyen nagyon dizájnos fekete kabát, nem, én úgy néz ki, hogy ami drága jó Erikünktől kapok egy motoros ruhát. Állítólag az jó. De ezt ő is tudja, hogy ki kell hoznia? Vagy? Szóltam neki tegnap, ő nagyon, nagyon örült ennek hozzá. Ugye hát május van egy ilyen laza kis cserebogárajzás, ami nem több, mint egy nem tudom hány kilométer a levegőben, 4600 darab cserebogár esik. Konkrétan, mint egy páncéltörő lövelék, így át fog menni rajtad, és a sisakodon lesz egy lyuk, egy bemeneti, másikodon egy kimenetel, amit egy cserebogárnak köszönhet. Az tök jó. Ez tök jó. Tegnap így kopogtattam a plexit, hogy mennyire erős, mert ugye nem teljes bukósisak van, hanem ez a rostély, amit ugye lehajtasz, de alul a nyakad nyitva van, tehát ott nyalok be egy cserebogarat, akkor picit a beszéd nehezebben befelé fog menni. Befelé lukaszt, kifelé szakít, ahogy mondani szokták. De egyébként azért jó a motoros ruha, mert annak ugye van egy derék meg egy hátprotektora. Magyarul nem fog tudni hátradőlni az ülésben, hanem egy vigyázban fog szülni rajta végig. Nem tudsz hátradőlni? Nem. Előre se? Nem. Előre sem tudsz dőlni? Hát előre tudsz dőlni. Előre azért kell dőlni, mert elmondta nekünk egyébként a kaszkadőr szakértőnk. Egyrészt igen, hogy ne fölfele hányál, az nem jó. Meg hogyha ugye azért itt van egy ilyen 140-145-50 km/h sebesség. 8-10 perc után ugye neked feszítened kell magad, hogy ne menjél hátra, mert a hátra mész, akkor sisak alá bemegy a levegő, onnantól kezdve nem nagyon tudunk kommunikálni. Tehát masszív hasmunka, hogy te ugye feszíted magad, és ha viszont elfáradsz, ezt tegnap vázolták, akkor előre kell kuporodni a repülőn 300 méter magasságban, így konkrétan be kell húzni a derekadat rá a lábadra, és összekuporodni, mert az a pihenő póz. Nagyon jó. Mondom, drága ember vagy, hát azért remélem, hogy ennyit nem leszünk fönn. Elmondta, hogy kell pihenni. Vagy oldalt fordulni tényleg, de a leginkább jobb a lábra kuporodás, hogy akkor tudok egy kicsit pihenni. Ugyanis végig ugye hasból tartod magad, hogy ne nagyon dőljél hátra. De mi, nincs támla? Van támla, csak de ugye ha már nagyon hátra dőlsz, az messze van, meg ugye a szárny is lejt, eleve fölfele ülsz egy kicsit, aha, és vissza kell feszítened magad merőlegesen, ugyanis az ankette szárny az mennyi? Egy ilyen 20 fokos dőlésszöge van, ami fönt egy kicsit kiegyenesedik, de ugye a székek is fölfelé állnak. Most mikor hátra is dőlsz, akkor bemegy a levegő a sisak alá. És letépi a fejed világos. És ott kell vagy leszedni a sisakot, vagy pedig ugye nem tudsz nagyon kommunikálni. Ezért feszíteni kell hasból. De már tudom a pihenőposzt, mondom, úgyhogy ennyi. Ha nagyon görnyedek fönt, akkor nem rosszul vagy pihensz. Semmi baj, nincs, rápihentem. Nem, majd két megszólalás között majd gyakorunk hátul a bokrok mögött. Ezt a legalábbis nem a kuporgás rész. Igen. Úgyhogy remélem, Erik, olyan motoros ruhát hoz, hogy tudok azért benne valamennyire mozogni. Na, hoztam egyébként távcsövet. Egyszerűen nem fogom kihagyni azt, amikor majd így elrepülsz közben, hogy lássam, mert hogy ugye más dolog az, amit majd a mikrofonba fogsz mondani, és más dolog az, amit az arcodon fog látni. Nem, szerintem a kettő szikromban nem hagyom ki. Nem hagyom ki. Figyelj, hát ha online közvetítésünk van, ugye egy vágott képet majd kérünk ide a stúdióba. Jó, az utólag érted, hogy jó utómunk a stúdióba, abból még mosoly is lett. Fordítsatok be!
konkrétan egy fejközeli kamera lesz, tehát olyan nagyon nem fogok tudni hazudni. Itt lesz a felszállás, úgy beszéltünk tegnap, hogyha jó idő van, hogy itt fogunk felszállni a stúdió előtt. Tehát onnan startolunk, azt hiszem az az irány, amire felszállunk, ugye most ez a hallgatóknak sokat nem mond, amit mutatok, de hogy itt fogunk konkrétan felrepülni a stúdió előtt. Ferit itt fogja a helikopter felkapni. A stúdió előtt, mint egy 60 méterre. Hát, látod, itt van ez a körben, mert a H betű, odaáll, aki hülye. Azt jelenti, az leszek én, oda szépen a közepibe. Nem, Ferirek, oda készítették már hátra azokat a szénabálákat, mert azok fognak szolgálni ugratóként. Azokon így felszalad, és akkor a végén, hogy legyen egy kis ugrás és része. És ott megrátom fölfelé a gépet, ugye így? Igen. Ja, gyerekek, hát jó lesz ez. Jó lesz ez. Hát, persze. 7 óra után János elindul, ugye felderíteni a repteret, lebeszélni a darvakkal, a kócsagokkal, a gólyákkal, a galambokkal, hogy 10 óráig próbálják meg kerülni a légteret, illetve a kamikáze habitusú madarakkal János testileg kommunikál egy kicsit. Természetesen. Elpusztítja a maradékot. Megnyugtatom a récéket, hogy már csak órák kérdése és etetés. Igen, még jó, hogy megbeszéltük, hogy... Megőrizzük egymás méltóságát. Hát ezért szép ez a dolog. Na jó, van, hogy állunk játékkal? 1-1 az állás, hétfőn én nyertem, tegnap Jánosség kihúzták az egy percet egy nagyon nehéz ellenféllel, úgyhogy ezen a szerdán ki más is játszhatna, mint... Én még nem játszottam. Aki legkésőbb repül, az játszik ma, mert nekünk már koncentrálni kell a feladatainkra. Igen, nekek már kell szellemülni. Na jól van. Oké, 0-75-645-00-00 az SMS számunk, itt lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hőmérséklet 12 fok, aszfalt hőmérséklet 28, de tök mindegy, mert fűről szállunk föl, annak pedig nem tudom a hőmérsékletét. A szél nulla. A szél nulla, és egy kicsit elkezdett beborulni, de hát itt repülési szakemberek egész pontos időjárási leírást tudnak kapni a budaörsi reptérről és környékéről, hogy mi várható. Azt mondják, hogy eső nem. Onnantól kezdve nyert ügyünk van. Meg én most beszélgettem az AN 2-es pilótájával, mondta, hogy őt, hát őt marhára nem zavarja, ha esik. És zavar, hát, zárva van a fülke. Így van. Mit érnek? Kint kopog a jég, nem bent. Hát persze. Hadd menjünk. Rohadt vérszívók vagytok. De nem baj, mentek ti is. Menjünk. Mentek ti is, igen. Mikor kezdtek, fiúk, itt vagyok a helyszínen, 10-től vizsgázom, belehúzhatnád. Oké. Okay. Akkor szavarjuk le fél tízig. Smiley ellen. Azt mondja, hogy milyen átjáróház van nálatok a hírek alatt? Búcsúszkodnak? Kérdezi valaki innen. Igen. A helyszínről valószínű nyilván látja, vagy pedig ugye az online közvetítésünket nézitek már, hogy sokan jönnek be. Igen, hát mindenki bejön, megölel minket, mond még egy-két jó szót, kimegy és nem jön többet. De nagyon őszinték. Igen. Egyébként, de valójában mindenkinek az utolsó mondata, hogy Balázs, akkor a két bringa lehet az ennyi. Az két olyan bringa, hogyha az bárki kapja. Az megvan élete még. Az soha el nem romlik. Igen. Online közvetítésünk működik, megy már a Facebook oldalon, teljesen egyértelműen könnyen meg tudjátok találni, hogy hol van. És nagyon fontos hozzá, hogy legyen média playeretek. Tehát olyan lejátszó ablak média player, ugye? Értitek? Ja, világos. Tehát nem tető, nem ajtó, hanem ablak média player. Aha. Jó? Média player, ez egyfajta játék, ugye? Igen, ezt kell. A jó? Média ablak, ablakok, ha értitek. Szóval, hogy ezt kell használni. Jó? Ez nagyon fontos, mert nagyon sok SMS jön majd, hogy nem nyitja meg, nem működik az online. Érdemes megnézni, hogy mi van telepítve a gépetekre, csak akkor tudjátok lejátszani, ha ez van. Jó, jó? Aki azt állítja, hogy nem működik, az hazudik és az ellenség. Így van. Ő nincs velünk. Nem foglalkozunk olyan SMS hogy nem működik. Mi itt egyébként a kontrollmonitoron látjuk, hogy működik. Sokan vannak rajta, de kellenek bizonyos feltételek, hogy ti is tudjátok nézni. Na, Bali, ne izgulj, tegnap futottam bele egy cserebogár rajba. 190 km/h sebességgel. Olyan érzés volt, mint a sörétesen lőttek volna rá. Majdnem leugrottam a gépről, veletek vagyunk egy motoros. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát ez a cserebogár raj, ez tulajdonképpen rád is, meg rád is jönni. Tehát ez mindannyiótokra. Hát most mi, ha vannak 200-an, akkor vannak 60-an is, Feri. Csak mondom neked, hogy a Jani körülbelül 60 km/h fog közlekedni. Én ugye fölfelé indulok el, aztán meghúzatjuk a gépet, de az se lesz annyi, mint a 140. Hát bizony, meg a fáját, ebből megpróbáltam kijönni. Sok pozitív dolgot nem tudok egyébként elmondani az előttem álló repülésről, illetve arról a sárkányról, amit áll mögöttem, és aminek direkt fordítok hátat, de veletek ellentétben én elmondhatom magamról azt, hogy előttem ülni fog egy ember, aki felfogja a cserebogarat. Tényleg. Ez egyébként így van. Na jól van, valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér,
készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Azt mondjátok meg, hogy mit csinálnak a székemben. Tehát én látom az ankettes, pont rálátok itt a Budaörsi reptéren, 8,5 méter áll a stúdiótól kis túlzásra, mondjuk 20. De hogy folyamatosan ott a jobb oldalon valamit szerelnek még azon a széken, miért? Miért nem lehet ez? Nem készült el egy éjszak alatt, most már mindegy. Nézd már, lelazították, de Ari. Nézd már, próbálgatják a szakító szilárdságot. Én megmondom őszintén, de azt hittem, hogy poénkodik az Imre, amikor azt mondta, hogy meg akarja őket venni hátra kerti bútor. De akkor ezek szerint sikerült az adásvétel. Igen, valamit nagyon szerelnek még ezen a széken. Valaki éppen az ankettes hátulján próbál lemászni. Egyébként gondolom, hogy az online kamerákat élesítjük még és szereljük, vagy hát legalábbis ebben bízom, hogy ott már nem a szék statikai szerkezetét világítjuk át egy röntgengéppel, hanem valamiféle online beszerelés megy. Te nem próbálod, de ők viszont lepróbálják, hogy tudsz menekülni majd a gépről. Halló, itt van a játékosunk. Hello, jó reggel. Hello, sziasztok. Tibi vagyok. Hello, Tibi, jó reggelt. Hello. Azt írtad, hogy gyáva madarak, játszunk egy utolsót? Milyen drága volt. Igen. Igen. Kivel szeretné játszani, Tibi? Hát veled, Balázs. Ünci. Játékszűz vagyok. Igen. A héten. Jó, mit csinálsz? Merre vagy egyébként? Budapesten vagyok a 22. kerületben, és direkt marketing koordinátorként dolgozom. Direkt marketing koordinátor. Megveszed vagy pufába? Ja, bocsánat. Ez a direkt marketing. Na, jól van. Mi van? Egy-egy? Igen. Egy-egy. Oké. Okay. Felkészültél? Persze. Felkészültél. Indítsd az órát, János. Ja. Miután kikerül saját magad hatása alól. Már mindenhez nyúlok. Éreztem, hogy most a poéntól saját magad hatása alá került egy kicsit. Nem, nem, csak fogalmam sincs. Az, hogy itt nincsen. Nem kell, hát a zene egy perc. A zene egy perc végéig. 3, 2, 1, fire! 6, 5, 9. Haló, itt vagy? Itt vagy még? Persze, itt vagyok. Gyulát mondtál, vagy hogy hívnak? Tibi. Tibit mondtál. Na, mi újság, Tibi? Igazából érdeklődnék, hogy mennyire van zapszem a kis popódba a kérdést. Alakul. Szerintem ez 9 után lesz igazán izgalmas. Addig inkább a fiúk izgulnak. Te ültél már repülőn, vagy repültél már? Ültem már repülőn, persze. Szeretsz repülni egyébként? Hát, kevésbé. Kevésbé? Kevésbé. Nálatok milyen idő van? Mit látsz, ha felnézel az égre? Milyen az ég? Eléggé felhős az ég. Felhős? Persze, és ott Budaörsön esik? Budaörsön? Hát, csepereg szerintem valami. Félfagyaláztok? Nálatok esik? Csak borult. Jó, közben integetnek, de azt nem mondhatom ki, hogy mit integetnek. Már kimondtad! Már mindegy is egyébként, igen. Nem, közben beintegetem, hogy nem esik az eső, mondom, jó, oké, látom, de azt nem mondhatom, hogy látom, hogy integetnek. Jó, megvan az ajándékcsomag. Nagyon szépen köszönöm. Ügyes voltál, végig is kiúsztad az egy percet. Nem voltál ügyes, igen. Mert kihasználtad azt a részt, hogy Balázs lelki egyensúlya megborult, igen. A mai repülés miatt. Nem vagyok egyben. Hol látt temet az a jó, lelki? Jó, én nagyon szurkolok nektek, tényleg, tehát biztos, hogy nem lesz semmi gáz. Én is ezt mondtam a feleségem. Maradjál, mert neked is csak... Igen, de azért a biztosítást megkötöttétek. Egyébként jó a kérdés. Állítólag nem kell aláírni a nyilatkozatot. Bár ja, igen. Kicsit gyanús, hogy mi az a nyilatkozat, amit nem kell aláírni. Ráfirtatunk erre a hírek alatt, igen. Jól van, köszi, küldjük az ajándékcsomagot. Rendben, köszönöm szépen, sziasztok. Gratula. Hello. Na jó van, 2-1 oda? Aha, oda bizony. Most legyen ez a legkisebb bajunk a mai napon, hogy vezetnek a hallgatók. Én viszont javasolnám, hogy a hűtő-fűtőklímánk fűtőrészét kapcsoljuk már ki, mert így is van elég bajunk. Egyébként szakad rólunk a víz, amúgy is idegesek vagyunk. Hogy nem megy a klíma, ezek már a testi tünetei. Istenem, változó korba léptem. Igen, lehet egy picit érdemesen bele kapcsolni. Az a gőzszauna, hát van itt egy merülőmedence, akkor mi meg vagyunk a wellness részére egyébként. Még itt egy mészertartás levezetek nektek. Csúszkamasszás, egy bajoszos pilótával. A B-mangárban. A barátaimmal, a pilótákkal, ők olyan csúszkamasszást csinálnak neked, hogy megőrülsz. Nagyon nagy formán. Na jó van, 7 óra van pontosan felszállás alkalmas időjárás, ami azt jelenti, hogy Jánosunk elsőként ugye hősé válik, felderíti a légteret, kommunikál madárajokkal, és megnézi, hogy utána a helikopter, valamint az ankettes felszállhat-e, mi újság az M1-M7-es fölött, mi újság a bevezető utakon, kis felderítést végez. Hát igen, széles még az arcot, te srác.
hát, de nem lesz ez mindig így. Maga biztos a mosoly. Jó lesz így. Ez egy csavarral megismerkedtél? A csavarral. A csavarral. A csavarral, ami tartja az igen, egész pilóta. Igen, a lélek csavarral. Igen, ebben a sárkányrepülésben az izgalmas, hogy János azért közel sem mondható rutinos repülőnek. Tehát életében egyszer, mikor Argentinában mentünk, akkor ült repülőn. Nem mondhatni, hogy azért úgy kifújtad a szakmaórát ezen a téren. Nem vagy túlságosan rutinos repülés. Ehhez képest egy ilyen összeeszkábált valamire felmerészkedni, ez egyébként tényleg nagyon bátor. Egyébként akkor bizonytalanodtam el a látványtól, amikor megláttam, hogy egy picit a sárkány rész így fél oldalra van dőlve. Én az emlékeim szerint, vagy legalábbis bennem úgy élt a sárkányrepülőnek az emlék, hogy ez vízszintes. De ezek szerint a két csavar közül az egyik elengedett. Hát nézd, ez már egy régi csavar volt. Na jól van, jövünk akkor az első repüléssel a hírek után, 7 óra múlt pontosan 1 perc. 7 óra múlt pontosan 15 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hőmérséklet 18 fok, 100 méteren már csak 8. Vadon János belső hőmérséklete esik. Így van. Itt vagyunk a Budaörsi Reptéren. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hát ugye sokat beszéltünk erről a napról. Bármennyire is próbáltuk az egészet eltolni, bármennyire is dolgoztunk azon, hogy talán összejön egy első nap, és esetleg csütörtök vagy péntek lesz, nem, remek időnk van, úgyhogy János pillanatok, amivel megkezdi a berepülést, ugye, a kommunikálást a darvakkal. Ez a karabiner itt mindig rostás. Na hát. És elindult az aljaskodás, nagyon keményen. János már beült egyébként, és azt még nem mondom, hogy azért teljesen menetkészen van, de már legalábbis is csak rajtad van. Igen, azt érzem folyamatosan, hogy ami ott beültem a gépbe, megyek össze. Egyre inkább úgy érzem magam, mint egy inka gyerekmúmia. Hasonlítasz is most ehhez ebben a formában. Azt te tudtad, igen, hogy úgy fogsz repülni, hogy a lábaid egy férfi nyakában vannak? Megmondom őszintén, egy titkos álmom válik ezzel valóra. Igen. Na jól van. Oké. Okay. Merre küldjük? Hát ugye azért fontos, mert élőben így a levegőből ritkán tudunk mi közlekedési hírt kapni. Tehát akkor M1-M7-ben vezető szakasz, ott igen, azt nézzétek meg, ott kéne egy nagy borítás, jó? Igen, mondták egyébként, hogy az a szó, amit nem szabad kéterül a számon, az a Lupasziget, vagy Looping, így van. Igen. Na milyen egyébként így beülve? Hát te mi nagy repülős nem voltál, tehát... Hát... Ez repültetél? Igen. Egyébként azt mondják, hogy ez a gép már több mint 6000 alkalommal repült. Mondjuk igen, mindig más pilótával. Igen, és csak 5000-ig van engedélye. Tehát még ezt is hozzátették. Úgy kell elképzelni a szerkezetet, hogy van egy nagy, a hagyományos klasszikus sárkányrepülő szárny. Ebből egy csavar fogja, de tényleg egy csavar fogja, az a lélek csavar ott fönt fölötted. Egy csavar fogja magát az utas fülkét, ami hát kérem szépen kis karbonszállal megerősített, de oldalt mondanám, hogy okosan ilyen vászonból megcsinált szett van. Tehát ha esel, végül akkor is, ebben még kapaszkodni sem tudsz. Meg hát persze értem a vászont, hiszen hideg van fent, hisz hegyvidék, tehát a vászon teljesen indokolt, hogy vászon van fönt. Igen, hiszen el is most, hogy mosható anyag vegyen körül. Egy ilyen 12 fok van itt jelen pillanatban fönt, értem a vászont, tehát teljesen egyértelmű. Hát ha valaki nem látott volna még ilyen gépet mondjuk élőben, maga a szárny az nagyon impozáns, tehát az jól néz ki, a fesztávolság azért a szép. Önmagában ugye a szerkezet, ami a szárnyra van rögzítve, hát az már azért egy laikusnak kérdéseket juttat eszébe, és hát a közelség is, ahogy ül a két ember. Ugye elül a pilóta, nagyon komoly három darab, nem, öt darab műszerrel, az már egyébként fontos. Gyönyörű az egész egyébként, ahogy kinéz. Hátul pedig maga az utas, mint egy tényleg, ugye hát János lába közévéve a pilótát jelen esetben. Igen. Tamás, milyenek az időjárási körülmények? Hogy érzed? Most éppen megfelelőek az időjárási körülmények. Ha, jobban örültél volna, hogy azt mondja, hogy hát ilyen időben én még nem repültem. Rényegesen rosszabbba is repültünk. Rényegesen rosszabbba is repültetek, látod? Tehát, hogy mindig megtaláljuk azt a pontot, ami erőt adtad, de 9 után te fogsz élvezkedni. Egyébként ebben egészen biztos lehet. Iszonyatosan jó fej volt egyébként az A2-esetnek a pilotája, mert amikor mentem visszafelé, hogy lerakjam a kesztyűját, illetve hogy elvégezek még egy kisebb dolgot hátrébb a stúdió mögött, akkor odaszólt kajámosolja az arcaira. Mi van, még egy utolsó fosás? Imre volt. Ő nagyon nagy forma. Jó. Repülési irányról tudunk-e már valamit? Merre lesz a felszállás, vagy merre indultok? A repülési irány az innen fog történni a autópálya irányába, és gyakorlatilag egy déli iskola körön fogunk indulni. A mondat második része nekem már kevesebbet mondott a déli iskola körrel. Az iskola kör az megvan, a déli irány most azért így hazudnék, ha be tudnám lőni azonnal. A felszállás után déli irányba fordulunk át, tehát az azt jelenti, hogy balra. Balra. Aha, milyen szögű forduló lesz ez Jánosnak, mennyire
mennyire kell majd kapaszkodni. Finom nem vagy? Kell kapaszkodni, nem kell. Akkor, nem. Aha. És már ha fölült, akkor tedd oda magad. Nyilván egyébként sokat segítene, ha kapaszkodni. Egyébként kapaszkodni lehet a csőben is, illetve a pilótában is, csak a szemét nem barrél meg a nyakában. Szálljál le! Megbeszéltetek valami egyezményes jelet? Ugye Jánossal mi ugye tudunk kommunikálni majd fönt terveik szerint, nem tudom, két kopogtatás minden oké, egy lábszorítás, menjünk magasabbra, hátul a vesénél egyfajta meleg érzet, az azt jelenti, hogy bepesültél. Tehát, hogy vannak ilyen jelek? Kidolgoztatok valamit? Hát nekünk ugye van eleve egy titkos jelzésünk, amit nem árulunk el senkinek, csak annyit mondunk róla, hogy a gyorséttermi kínálatból választasz. Igen, ezt mi megbeszéltük, hogy ha három közül bárki kimondja azt a szót, akkor az azt jelenti, hogy a másik kettőnek el kell kezdeni azon dolgozni, hogy lejjön. Így van. Hogy ezt nem mondjuk el, hogy ez melyik szó. Indulnia kell a Huey kobráknak, és ki kell mentenie. Igen. Jelen pillanatban egyébként úgy nézel ki, mintha beiratkozni mennél az elsőbb, és a hátadra vettél volna egy repülőt. Tehát, hogy őszi beszél az, nem olyan, mint az iskolatáska helyett, egyébként a repülővel érkeztél volna. Tökre kezdek egyébként betépni. Igen? Egyre inkább azt érzem, hogy így elterpesztik az arcomon egy ilyen idült, bágyatok mosoly, mindjárt elindul a nyálelválasztás, hogy itt fogok ülni a révetek tekintettel, és itt csodorodod az állat, hogy miért kell? Jó festetted le magad, de nem tudom megcáfolni. Egy alapkérdést azért én még bedobnék, mert picit aggódó szemmel néztél most a motorra, meg az abból jövő olajra, hogy mi van akkor, hogyha leáll a motor? Ha leáll a motor, akkor simán le lehet vele szállni. De akkor is, ha az autópálya fölött vagy? Tehát akkor beteszed a gépek közé? Nem a gépek közé, hát ha autópálya fölött vagyunk, akkor vissza tudunk szállni akár a repülőtérre. Hallod? Meg már ilyenkor burjánzik a gabona. Az azért sokat fog. Fuhára esel. Milyen erős, meg mekkora motor van benne? Ebben 600 köbcentis motor van, ami 55 lóerő. 600 köbcentis motor, 55 lóerő. A kis polckimba körülbelül ez volt. Pont, mint a Vivernál, nincs különbség. Ja, pont, mint az otthoni autótok. Tényleg. Na jól van, oké, szerintem készítsük akkor fel a felszállást, jó? Üljetek be, János már ugye beszíjazva. Nagyon fontos a légtér felderítése, ezt ne feledd. Balra néz, jobbra néz, madarakkal kommunikál, hesegessel mindenkit. Jó, nem szeretném mi Ferivel madárajokkal találkozni. Tehát legyetek hangosak és feltűnőek. Mivel úgy tűnik, hogy ez már egy ilyen hagyományá kezd válni, ezért arra kérlek benneteket, hogy a favoritot hagyjátok meg a gyerekemnek, a lányomnak, mert felnő, én is az apámtól kaptam, a Montit azt elárverezhetik. Azt a régi pilóta szokást azért tegyük meg, mielőtt indítjuk, hogy tudod, az új jutas leköpködjük. Csulázzátok le a plexire. Jó, majd ha elindulsz, akkor a rostét az húd le teljesen. Jó, milyen rostét? Hát van a fejed. A plekkel sütés is. Igen, összeütöttünk egy kis húst otthon a hátizsákodba. Mit szoktunk kívánni mi sárkányrepülősök egymásnak? Jó szelet, vagy jó szerencsét, vagy mit? Jó leszállás. Jó leszállás. Amikor már azt hiszed, túl vagy rajta, akkor jön a legdurvább a leszállás. Ezt nem ismertük elmondani. Igen, illetve merev tartó rudakat, nem? Az még egy fontos dolog. Ezt akartam kérdezni, hogy nem baj, hogy van egy kis játék a... Ezeket a kérdéseket szeretem igazán, én 9 után ugyanezeket fogom kérdezni. Nálunk, nem baj, hogy ennek a széknek van egy kis játéka? Mi mászok egy picit, jobban szoktuk túl biztosítani magunkat esetleges kellemetlen szituációkra. De jó ez, nem? Konkrétan a vászhoz vagy kötve. Tehát jól látom, a vászhoz vagy kötve, tehát ha innen, ha akarsz, se tudsz nagyon kiszállni. Hát meg nem nagy levegőkre van beállítva. Jó, őben nyugodtan én kezdem, hogy háttérbe vonulunk, akár indíthatod is, jó? Jani, de az még nagyon fontos, ugye, hogy mászás közben mondjuk 5-8 méterről tudsz leesni, tehát oda kell a biztosítás. Innen 300-ról tök mindegy, ha zuhansz. Tényleg, repülési ennyi magasság, csak még egy mondat, milyen magasan lesztek? 300 méter. Jó, igen, ezt nem akartam tudni. Potom 300 méter. Villog a kerekkel, de jó. Ezt nem akartam bocsani, ezt én azt hittem alacsonyabban, ez nem azért kérdeztem, tényleg, nem akartalak elbizonyítani. Viszont azért nagyon érdekes dolog, hogy nem beszélgetek a közönséggel, mégis tudom, hogy ki a hívő, mert többen keresztet vedett. Jó, hátrébb jövünk, hogy innentől kezdve induljatok nyugodtan. Persze, jó? Hogy rátok esünk. Szia János! Vigyázz magadra! Hát, nyugi, 9-től ugyanilyen arcot fogok vágni, úgyhogy veled vagyok, nem mondom nyomd semmi rosszat. Teljesen a rostét. A rostét teljesen nyomd a fejed. Vagy mi az egy rosté, ezt a rostét nem érte. Jó, megvan. Balázs, csak azért mondom, hogy ha esetleg valami baj történne, nem keresd meg az S3-asomat, jobban jársz vele. Nincs, a vágott szeműek nem tudnak telefon csinálni. Na kérem Na. szépen. Indítás. Halljunk egy jó motorreföntést. Brum, brum, brum. Hát nem mondom, hogy leszakítja a fejemet, nem? Azért így. Nagyon szépen füstöl ez is, Jani, megnyugodhatsz. Igen. Nem mondasz semmit?
egyszer verhovináztam, annak zúzósabb hangja volt. Még egy utolsó, de szeretlek benneteket, hogy valamit. Mindenkit nagyon szeretek, de leginkább élni! Ebben a pillanatban Jánosok elindultak a kifutó pálya felé, János hátul üldögélve, elő pedig ugye a pilótával. Hát ugyan János folyamatosan hal minket, de most már úgy csak nem vagy masszív szerkezet. Egyébként ebben a pillanatban olyan érzésem van, mintha elindultunk volna egy motoros fűkaszával. Nem mondtuk, hogy ez az volt még tegnap. Zseniális. Csak mondom, János, hogyha magadnak balra nézel, akkor láthatod, hogy végig Morning Show Class FM hallgatók, az jobbra van a másik oldalon, balra. Állnak egyébként autóval a bekötő úton. Ők már mind azért jötték, hogy lássák a felderítő repüléseret. Balra a másik oldalon. Ja, igen. Most integessetek neki, most még jobbra, látja. Most jobbra nézel, jó, ott állnak. Ja, sziasztok! Ne vegyétek udvariatlanságnak, hogy nagyon nem integetek hátrafelé, de kell még a jobb kezem. Ezt akartam mondani, hogy ne nyújj hátra, mert nagy a baj. Igen. Közvetítsd a felszállás majd egészen nyugodtan, ahogy elindultok. A motor felbőgött, hány lóerő? 60? 55 azért, ne nézd több. Ne nézd többnek, mint amennyi. Szeretek vagytok. 55 lóerő, János hátul kapaszkodva, egyelőre még mozdulatlanul a budaörsi reptéren. Egyébként pillanatokon belül pedig, ha a pilóta lekommunikálja a toronnyal és megkapja a felszállási engedélyt, akkor megkezdi az iskolakör. Na most már egész biztos, hogy ne nyújj hátra, János. Én nem tenném. Okay. Mi lehet az a mozdulat, amiért kopogtatja az egyik műszert? Mi lehet az? Megígértük, hogy nem szemétkedünk. Csubi, kész a hiperhajtómű. Azt mondtad, megjavítottad. Na, és közben egyébként tényleg lehet látni, nézd, hogy végig a bekötő úton, ahogy mondtuk, egyébként állnak a hallgatóink, és nézik János első repülését, összesen életében négyszer ült repülőn. Tehát nem mondható rutinos pilótának. És repülőn igen, de sárkány repülőn egyszer se. És azt el kell mondjuk nektek tényleg, hogy jelentős különbség van a sárkány repülés meg a repülés között. Megindult a gép! Istenem, 3, 2, 1, bevizeltem! Még a földön vagy! Figyelj, most emelkedett el! Na milyen, Jani? Atya úristen! 15, 20, 40, 50... Figyeljetek, srácok, föntről látok mindent. Hé, ott valaki üzekedik a bokorban. Zseniális. Valakinek integetek, ő visszainteget. Nem, csak mutatja, hogy laza a csavar. Csak a tudtodra akar adni valamit. Rossz az irány. Na, látsz-e madarakat, vagy bármi, ami zavarhat majd bennünket a repülésben? Milyen kis bigyókat látok lent a földön. Emlékszem, hogy amikor lent jártam valamikor régen, amikor még porban kúszó földi ember voltam én is, akkor ezek 3 méter magas szénabálák voltak, most ezek kis, pici, apró pontok. Merre repültök? Elkezdtétek az iskola kört, ahogy látom? Igen, ugye? Úgy látom, hogy leértékelés van a praktikerben, visszafelé beugrok, ha túléltem. De az iskolakör, azt tudod mi, hát hogy a pilótád is most tanul. Figyelj, igen. Ha valami közlekedési hír tudsz, hogy gyorsan mondani az M1 M7 fölött, akkor mondhatod is, hogy mit látsz egyébként. Azt sem tudom, melyik az M1 M7. Ja, itt van, látok föntről egy körforgalmat, az emberek balról jobbra, jobbról balra, és körbe haladnak. Figyeljetek, most vettem észre egy tétűt a pilótámnak, ami... Azért hívják iskolakörnek, mert ő is most tanít. Ezt nem akartuk neked elmondani. Igen. Az M1 M7-en, aki áll autóval és látja a Janit, az villogjon már rá. Nézed a pálya, most már nem látod az autópályát. Milyen idő van fönt, János? Mit érzel? Hát meglehetősen hideg van. Nekem azt tanácsolták, hogy ne hozzak kesztyűt magammal, de kellett volna. Ettől függetlenül azt mondom nektek, hogy repülésre alkalmas idő, mert hát hogy is tudnám megcáfolni, miközben a levegőben vagyok, ugye? Figyelj, akkor mondtad volna, én odaadom a tartalékkesztyűmet, mert úgyis izzad a kezem már. Úgy, nem tudtam, hogy olyan hideg lesz fönn. Én felkészültem, ez hegyvidék. Ezt tudnod kellett volna. Jánosik ebben a pillanatban elindulnak visszafelé egyébként, újra a reptér felé érve. Ezt a kört fogjuk majd mi is nagyjából, nem? Ez az iskola kör. Ugye egy balforduló után most jönnek a reptér felé. Szerintem már egy olyan 200-250 nem biztos fenn vannak, nem? Legalább 250 méter. Kapcsold le a motort! Nagyon hangos! Annak, aki géppel száll fölébe, csak térképet áll, és nem tudja, hogy be vagyok kakál. De milyen egyébként? Milyen egy ilyen kis lélekvesztő repülni? Jó, nem? Tehát folyamatosan kapaszkodok a mellettem lévő csövekbe. Nincs máshol hely. És az a baj, hogy a pilótám fulladozik, mert gyakorlatilag van egy lábkulcs fönt a derekán. Elől összefogva egy klasszikus jiu-jitsu technikával próbálok meg egy kis erőt meríteni az ő testéből. A sebességet érzékeled, hogy körülbelül mennyivel mehettek? Hát közeledünk egy adótoronyhoz.
Egyre közel kerülünk. Hát nagyon közel vagyunk. Hát még úgy látom, hogy egyébként még mindig emelkedtek, cáfold meg nyugodtan, de szerintem még mindig mentek fölfelé, most már egy mennyi lehet, 200-250-300, lassúnak tűnik. Igen, remélem, hogy ez a manőver most, ez egy előre betervezett manőver, hogy mi egyre feljebb megyünk. Hát nem mondtuk neked, de egy olyan 4-5 kilométerre szeretnénk téged felvinni. Ott már nagyon hideg lesz. Most vagy a reptér fölött egyébként, te látsz minket? Igen, látlak benneteket, le is integetek, miközben jobb kézzel úgy kapaszkodok, hogy szerintem kifordult a könyököm. Én integettem, láttad? Igen. De nem, mert nekem fázik a kezem. Igen, a Feri nem vette ki a zsebéből a kezét, ne haragudj, nagyon hideg van itt lent is. Vigyázz, Balázs, azt látom, hogy az AN2-es mögött valaki villáskulcssal valamit húzoga. Az nem tűnik annyira jó hírnek. Na most mit látsz arra felé előre? Ott most mi van? Azt mondja, hogy jobbra zöld, előttem is... Hülye vagy. Meddig látsz el, Jani, a város felé, ha nézel? Figyeljetek, hát... Mert gyakorlatilag az a baj, hogy nem tudom betájolni magunkat egészen pontosan, hogy merre vagyunk. Szerintem most látom a Dunát. Nem lehet más. Nem. Ha hosszú és kanyarog, az nem lehet más. Vagy a Tiszát még nem láthatod. Vagy Balázsé kerti taba. Jó, na közvetíts, egyébként ha balra nézel, akkor nagyjából látnod kell a várat, a parlamentet, a Dunát, a Margit-szigetet, tehát azokat olyan magasságból már folyamatosan látnod kell. Jól mondod, nagyjából. Tehát nagyjából látnom kellene, egyébként marhára nem látom. Azt mondja, hogy talán látom a fenyővillát. Sanyi! Sanyi pá! Sándor ilyenkor még alszik, úgyhogy ne repüljetek arra, mert tudod, hogy az ő légterébe berepülési engedély van. Ilyenkor nagyon borcosan felébresztik. És lőnek. Próbáljátok elkerülni. A taktikám egyébként alapvetően az, nem tudom, hogy most halljátok-e még a hangomat, mert ebben a pillanatban az én fülesemben egy picit elment, de bízom benne, hogy igen, hallotok. Szóval az a taktikám, hogy le nem nézek. Jobbra, illetve balra nézek el, így gyakorlatilag olyan, mintha tévét néznék. Lefelé nem annyira merek. Nem biztos, hogy hallasz, de én ugyanezt tervezem. Én sem fogok lefele nézni, szerintem a Feri sem. Én sem erre nem nézek. Én előre nézek úgy, hogy öröm lesz azt is nézni. Ja, látod-e a madarakat, akik mennek feléd, Jani? Nem, csak azt láttam, hogy a madarak, akikkel eddig találkoztunk, pánikszerűen lejjebb ereszkednek, mert nekik ez a magasság már oxigénben túlságosan ritka. Viszont nem tudom, hogy volt-e nektek esetleg terepasztalatok. Akiknek volt terepasztalok, azt tudhatják, hogy föntről az milyen. Na, ez nagyon pici terepasztal. Pici autókkal, amik haladnak, elképesztő. Most már például embereket nem tudok kivenni ilyen magasságról. Ez egyébként nem csoda, János, 300 méterre vagytok, onnan már ritkában lehet, igen. Ha most balra nézel, szintén magadnak, szerintem már egyébként lassan fordultok, akkor ott láthatod a bekötő utat, ahol folyamatosan áldogálnak. Még most már arra is gyanakodok, hogy téged elraboltak, mert nem nagyon akartok visszafordulni. Csak elfelé mész. Egyelőre csak távolodtok. Jani, most vagy a hallgatóink felett, most ne pisíj! Nem hiszem el, hogy még itt is trafiznak. Viszont azt kell mondjam neked... Most megint egy kicsit elment a fülesem. Hát... De rond a lakótelep, csak tudtam melyik. Viszont marha jól néztek ki, mert a felhők mögül egy... Tényleg nagyon bízom benne, hogy hallottok, mert én ebben a pillanatban csak a saját hangomat hallom, ami egyre nyűszítőbb, egyre illettelenebb, egyre halkabb. Soha nem voltam még ennyire, hogy is mondjam, csak indiszponált. Csak így? Jó, Jánosék egyébként közben szépen lassan fordulnak. Tehát most szerintem berepültek a Duna fölé, nagyjából, nem tudom megállapítani, hogy hol vannak, már jönnek visszafelé. Tehát most egy ilyen szép, enyhe balkanyarral egyébként elkezdtek szerintem ráfordulni a leszállásra. Most én is azt érzem amúgy, hogy gyakorlatilag kanyarodunk, újra látom azt a hatalmas prérit, ami innen már egyáltalán nem néz ki repülőtérnek. Most kérd a loopingot! Igen. Figyelj, komolyan kérdezem, hideg van fönt? Hideg van, nem? De várjál, most egy ennél fontosabb kérdés, biztos, hogy nem kellett aláírni azokat a biztosítási kötvényeket? Én itt integettem neked, hogy írd alá, de már nem hallottál, mert szálltatok föl. Azt hittem, hogy autogramot akarsz. Egy utolsót. Igen. Na jól van, János, hogy megkezdték az ereszkedést szerintem, de nagyon lelkes. A mi Tamásunk, mint pilóta, nagyon lelkes. Tehát egy ilyen 6 perces repülésre számítottam, de nem akar vele visszajönni. Ez már szerelem, nem? A Janival vagy a repüléssel, nem mindegy. Nem nyúlt hátra a pilóta? Neked egy kicsit így megnézni, hogy be vagy-e rendesen kötve? De, mert nagyon zavarja a folyamatos beszélés, az előbb lekönyökölte a plexibe. Itt vagytok újra az M1 M7 fölött. Milyen a forgalom? Bakcsomópont környéke lehettek nagyjából. Mit látsz? Azt mondja, hogy gyakorlatilag a követési távolságot szabályosan betartva,
megfelelő tempóban haladnak jobbra, balra, illetve keresztre be. Az autók semmiféle fennakadást nem látok. Úgy látom, hogy talán így befelé egyébként a város felé van némi kis torlódás, a Bakcsomópont felé, de közvetlen alatta nagyon-nagyon megfelelő a forgalom tempója. Janit minden napra közlekedési informátornak egy ilyen kis szerkezetből télen külön jó lesz. Igen, csak az a baj, hogy mivel nem tudom beazonosítani egészen konkrétan az utakat, amikről beszélek, gyakorlatilag az én közlekedési infóim az ország minden pontján megállják a helyüket. Abszolút kompatibilis vagyok az ország minden pontjával. Figyelj, mi most elmegyünk akkor egy kicsit hírezni, mert ebben a szoriban még az ereszkedés nincs benne. Tehát, hogy ahogy látom egyébként, ti még így nem nagyon ereszkedtek. Szerintem most fogtok majd szépen lassan ráfordulni a kifutóra. Jó? Úgyhogy, úgy hát látom, figyelj, élvezd! Igen, majd akkor élvezem, amikor majd nem vagyunk, de hogy csak úgy megnyugtassalak, egyre erősebbnek érzem a szelet. Szerintem egyébként az AN2-esnek a sebessége ennél egy picit nagyobb lesz, nem? Nem, csak egy háromszoros hagyjad, nem érdekes. Igen. Információink szerint ilyen 78-an repültek, az AN2-es ilyen 140-150-nel fog. Jaj, jó? De jó lesz az. Ez, úgy, csak ezt tartja benne a lelket, hogy te sokkal, de sokkal jobban torokra fogod kapni, Balázs. De rohadék. Figyelj csak, Jani, mi most tényleg elmegyünk hírekre, én próbáltam intézni, hogy maradjatok fönt addig, jó, hogy a leszállás az már akkor legyen, amikor a hírekből visszajövünk. Ha leesnél, akkor bocsi, jó, nem közvetítjük. Igen. Köszi szépen, és Feri, nem kell mégsem az acskó, mert már nem lesz mit. Igen. 7:30, pontosan 5 perccel János még a levegőben. Ha valaki egyébként itt az agglomerációban kinéz most az ablakon, Budaörs, Török Bálint, Diósd, Érd, lehet látni, hogy röpköd egy kis sárkányrepülővel. Egy rövid kis hírek, és utána már is folytatjuk. Ez itt a Morning Show. 3:48, múlt pontosan 1 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. János, ami jár, drága Jánosunk ebben a pillanatban élete kockáztatásával landol a budaörsi reptéren villogó leszálló fények közepette. Közvetítsd a leszállást, Jani! Na mi van, csírák? Na mi van? Senki nem lehet benne! Mégis megcsináltam! A pilóta jelvényem! A pilóta jelvényem akarom most! Ebben a pillanatban János leszállt egy jó 20-25 perces sárkány repülőzés után, hasonlítva Dumbra, amikor Eszpenbe mentek a motorral, ami egy litit eszik százon, robbá fagyva. Na milyen volt? Közben János gurul a beton felé. Várjál, most egy picit ilyen amatőr masszőr mozdulatokkal megpróbálom visszatolni a hasüregemből a rendeltetésszerű helyére a heréimet. Jó nagyot repültetek. Nagyot, nagyot. Én megmondom őszintén, hogy nem is számítottam rá, hogy ennyit. Jó, nem volt olcsó, Jani, de neked elintéztük, ha már fönn van, hadd élvezd, úgyhogy ez egy jó 25 perces volt, leállt a gép motorja. Így van, eredetileg csak 20 perc lett volna, de hoztam egy 5 literes marmonkannába mosóbenzint, és mentek még egy bonuszkört. Jaj. Na, összeszedtetek egy kis susnyást, ahogy látom a sárkányrepülő kerekénél. Némi kis kalász sikerült. Azért menekül, meg menekül. Menekül a fülkéből. Igen, János ebben a pillanatban kátszálódik ki a sárkányrepülőből, és hát mondhatni tényleg hős vagy, komolyan, hogy ezt így bevállaltad. Nem akartuk neked előre elmondani, tegnap több pilóta, aki itt volt a reptéren és nézte, hogy mit csinálunk. Elmondta, hogy bármivel, csak ezzel nem, mert hogy ez nem tűnik egy masszív szerkezetnek. Nyilván a sárkányrepülő pilótái ezt máshogy gondolják, de nagyon sok pilóta mondta, hogy ezzel nem. 3, 2, 1. Most tépett ki a füledből. Igen, mert be kellett ragasztani a fülembe ezeket a kis... Jaj! Azt a mindenit, na, most sem megyek el. Viszont nem szőrös a füled. Igen. Hol van a pilótám? Itt van mögötted, kérjük a pilóta urat, jöjjön ide. Először is, hogy milyen utas volt a Jani, nagyon szorított? Nem, olyan volt, mint bárki más. Ügyes volt. Köszönöm és szépen. És egy kézfogás, természetesen. Na. Egyébként meglehetősen intim kapcsolatban létünk egymásra, hogy nálad vagy nála? Egy-két SMS csak, hogy ami drága hallgatói mennyire együtt éreznek velünk egyébként. Csak érdeklődnék, hogy ha Janival bármi történik, azért ti még megcsináljátok a produkciót? Kérdezi valaki. Aztán, Jani, itt mentél el fölöttem, látom, hogy repülsz, úristen, anyám kint lóg az erkélyen. Írja valaki. Integettünk a kocsiból, még vissza is integettél, remélem nekünk szólt, írja egy másik hallgató. Segítséget akartam kérni. Igen, veled vagyunk, Dragon Jani, írja egy hallgató. Itt mentél el fölöttünk, megyek suliba, látlak a levegőbe, jó vagy, kitartás, élve gyere vissza, írja egy hallgató. Aztán, most mentünk át Jani alatt. Ilyen esetek jönnek konkrétan, tehát az egész M1, M7, az téged bámulsz. No kérem szépen, és akkor van még egy dolog, amiről nem beszéltünk. A motoros sárkányosok körében van egy nagyon kedves szokás, hogy az első repült köröd után van egy beavatási szertartás. Mindenkinek fizetek egy kört a reptére. Na?
Te szemét! Van egy ilyen avatás, hogy kis pacskolás? Első repülckör után. Na, milyen volt? Tényleg jó volt, hát nem? Hát hihetetlen volt így szúnyog kettővel föntről látni a sasfészket. Arra pedig egészen messzire elmentetek, hát ott végig a Dunát, a Budán, Pestet, ott mindent lehetett látni. Rólam ugye köztudott, hogy nem vagyok egy autós ember, tehát hogy a GPS-el úgy nagyjából nem tévedek el, de föntről aztán olyan szinten elveszítem a tájékozódási képességet, hogy azt se tudtam, merre van a bal, merre van a jobb, de hát hihetetlen volt. Pont így gondolkodtam rajta, hogy mert ugye sokszor gondolkodóba ejtett az, hogy csökkent a fordulatszáma a rotornak, hogy ez nekem jó, nem jó, direkt van, vagy esetleg váratlan esemény. És olyankor azért picit elkezd dobogni az embernek a szíve. De amúgy fantasztikus. Nem hiszed el, nem megy annyira gyorsan, hogy így elhinnéd, hogy most ez egy repülő, vagy hogy repülsz, hogy fönn vagy, marha magasan vagy, és közben a hanghatás egész más. Igen. Na jól van. Madarak? A madarak, hát kis szárnyas állatok, azt hiszem, hogy ikokból fejlődtek, illetve a Vizsdár szerint. Volt belőlük? Egy darabot nem láttam föld, nem. Még hát pánikszerűen menekülnek, hallották, hogy fel fog szállni. Cserebogár, szitakötő, muslica, hát gyakorlatilag semmiféle élőni nincsen, egyébként szerintem ez a közelgő viharnak a jelen. Ami 9-re ér ide a reptérre. Na kérem, akkor az első feladat teljesítve, kipipálva, János megreptetve. Így van. János, meg te már túl vagy rajta. Innentől kezdve felszabadult a röhöket a saját nyomorunkon. Tehát innentől kezdve te már egy másik szerepkörben vagy. Feri mosolya kezdett kicsit természetellenes lenni ebben. Hát igen, mert most egyébként nekem már lehet nagy az arcom. Igen, most már tényleg elmehetek modellgipszet venni a barkácsáruházba. Igen, ahogy osztottunk a levegőbe, Bazsi így bögdösött közben, mondta, hogy ne csináld, mert aztán mi jövünk. Igen, én mondtam, hogy csak megőrizve egymás méltóságát, mert nekünk is végig kell csinálni majd valamit, úgyhogy jobb, ha nem cinkeljük a másikat. Na jó van, túl vagy rajta. Ez a lényeg. Na hátra megyek, hogy a hostess lányok visszamasszírozzanak az életbe. Mi pedig közben már is játszunk valakivel. Owen bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Owen bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello! Elő. Hogy hívnak? Ki vagy? Vera vagyok. Hello Vera, honnan telefonálsz, Vera? Tatabánya. Tatabányáról. Hallottad a Janit élőben, ahogy repült? Igen, hallottuk, neki? És nagyon gratulálunk neki. Csak azért, mert felvétel volt, Janit már eltemett. Igen, és egy ilyen gombos szerkezetről adjuk be ezeket a mondatokat. Igen, tegnap rögzítettük. Te repültél már, vagy ültél már valami hasonlóra esetleg? Nem. Hát de szívesen kipróbálnám. Pont ezt akartam mondani, hogy ne ezzel. Szóval, hogy imádom valami ez a sárkányrepülő, de valami kicsit masszívabb szerkezettel. Jól van, na hát az első túl vagyunk akkor. És látod, még Tatabányáról is követtek téged, és trukkolnak nekünk mindenhonnan, egyébként nagyon sok SMS jött. Oké, szokott menni az Owen bácsi, Beru néni? Igen, ki szoktuk találni nagyjából. Jó, van, aki melletted van, úgy hallom, hogy segít valaki. Sokan vagyunk. Na, kik vannak ott? Hát a munkatársaim, 16-an, bombázó lányok. Na, mit csináltok? Munkaruházatot varrunk. Az de bedolgozást vállalunk. 9 után azt nekem átdobhatnátok egyet, mert picit alulöltöztem a történetet, tehát itt egy rövidújú pólóba és egy kabátba jöttem. Egy jó munkaruha az egyébként elkelhet. Jól van, mutatjuk, mit csinál Owen bácsi Beru néni. Jó, figyeljetek, először azt fogjátok hallani, hogy mit tevékenykednek. Tüntetésem vannak? Nem, nézik ki, amit adóról is tudálnak. Mindenki összetörte magát, mindenki fölfelé nézik. Így vagy, kerüljék meg azt a sárkányt, ami leesett az autópályán. Igen. Jól van. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Vera. Na 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 na. De jó is. Ja. Aha. Hú. Valakinek valami ötlet van? Hát egyelőre sötét minden. Jó, mutatunk még egy részletet. Még egyszer. Na 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 na. De jó Isten. Kivettük a bögrét szerintem, jó? És akkor egy hosszabb részletet. Oké. Okay. Jó, figyelj. Na 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 na. Da na 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 na. Zéj, Isten. Tudjuk. Hát nem, megmutatjuk, hogy mi lett volna. Jó, fogalmunk sincs egyébként, nekünk se ez vigasztal. Figyelj. Tell me why.
Igen, most már tudjuk. Atya is, egy jó Backstreet Boys, az ilyen 98-99-2000 környékén egyébként. Vera, ezt nem csodálom, hogy nem ment egyébként, nem volt könnyű. Jó, sajnáljuk, de azért nektek még azért szurkolunk, jó? Ez jól esik. Hogy nem lett ajándékcsomag, de ennek ellenére még szurkoltak. Ez egy nagyon szimpatikus emberi vonás egyébként. Köszönjük szépen, drágák vagytok. Jó munkát, puszi! Hello, puszi hello, hello. Balázs az nem kifutó, hanem futópálya. Kifutó, ahol tangádban egy divat bemutatom végignéz. Lehet, hogy szívesebben lennék ott. Most futó vagy kifutó, hogy miért kell mindenbe belekötni, tök minden. Meg propeller, meg ízjel, nem mindegy. Hajra. Laikusok vagyunk. Most írjuk a betétlapot, de megértem, mert láttuk Janit írja. Valaki egyébként teljesen komolyan. Tehát valaki összekoccantal téged. Most még elfogadom egyébként, mert nyilván egy kicsit korábban jöttek be ezek az SMS-ek, ezt a janizás, de én nem Jani vagyok ezen túl, hanem kis turul. Dragon Jani, valaki ezt írta. És egy abszolút empatikus SMS a végére. Csá, ha esetleg valaki elveszik, felvesztek a helyére műsorban, kérdezi Vasi. Na jól van. Drága Morning Show hallgatók, továbbra is egyébként ki tudtok jönni a helyszínre, jó? A másik oldalon, a reptér másik oldalon, ahol már egyébként végigállnak autók, Jani hátta mögött, hát ez így nektek nyilván keveset mond, de a reptér szemmel, vagy a reptére szemmel másik oldalon ott meg lehet állni. Bejönni a budaörsi reptérre továbbra se tudtok, viszont itt a helyszínen meg tudjátok nézni. Az egy bekötő út ott ugye a másik oldalon, ugye? Az ott a bekötő úton, tehát oda tudtok jönni, jó? Mi pedig jövünk, és a második repülés következik. Engem ebben a dologban az zavar, hogy egy... Most visszapörögtem üzemi hőmérsékletre. Te már felszabadult vagy. A te repülésed, de csak az zavar, hogy egyre közelebb vagyunk az enyémhez. Az nem repülés, vonszolás. Atya Isten, meg a napsüssön két kicsit. Szóval felé reptetésével jövünk, 4 perc múlva pontosan, 8 óra. 8 óra múlt pontosan 12 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Morning Show hallgatók, innen a helyszínről, háttal ülök nektek, ne haragudjatok. De jó Isten, bejött egy óvoda. Vagy iskola? Szeretettel köszöntünk be. Ennyi gyereknek leadtuk a nevét, vagy ők beszöktek valami lyukon, ahol esetleg a budaörsi reptér kerítése némileg egy kicsit mind képzett pilóták jöttek röhögni. Hallottak a biciklikről, amiket megörökölhetnek. Egyéb legyen a Balázs bicikli. Drága hallgatóink, ide a budaörsi reptérre egyébként, ugye a nagyon fázó, sőt, mint egyre jobban fázó kisorsolt hallgatói mellé egy komplett, mondom, egy iskolás csoport érkezett meg. Ja, Feri, úgy csinálsz, mint hogyha nem ismernéd őket. Jöttek elbúcsúzni, mert hallották, hogy az apukájuk repülni fog, és most láttad már utoljára. Hát ugye Feri hosszú időn keresztül járta az országot, mindenhol letett egy kis puttony. Az a durva, Feri, hogy az összes kisfiú hasonlít rá tényleg. Nézd meg, várjál, álljál ide mellém, Szivike, mi a neved? Dani. Azt hittem Feri. Nézd meg, ugye, hogy olyan? Egy az egyben. Olyan, szevasztok. Hova jártok ti? Újbudai Alma Máterbe, és akkor harmadik osztályosok vagytok, ugye? Igen. Te eléggé utálod ezt az egészet, hogy nem ülhetsz matek órán, nem? Nem. Ne, csak nem látszik az arcodon. Hogy jutottak be? Keresd meg a tanárt, ott van valahol. Hol tetszenek lenni? Maga tanár néni? Jöjjön életem. Kezeit csókolom, drága, magához jártam volna azért, de mindegy. Hogy tetszik hívni magát? Juhász Enikő. Enikő életem. Hogy jöttek be maguk? Ahol gondolom ti is bejöttetek. De le voltatok jelentve? Nem is tudom, le voltunk? Nem le, voltunk. Akkor azt kell mondani, dehogy nem, le, persze, le. Nem is tudom, le voltunk. De akkor nem, ugye? Nem. Jó, és én nem kérdezte meg a biztonsági őr, hogy jó napot kérlek, hova megy a csoport? Megkérdezték, mondjuk, hogy ide hozzátok. Rábólintottak, és hát rengeteg. Nagyon egyszerű volt bejutni hozzátok, úgyhogy... Jó, ezt a magabiztosságot, így van, tehát te nagyon ne, 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 ne. Hát úgy jöttek be, ahol a disznók kiszakították a vadhálót. Milyen óra lett volna? Nekem magyar órám lett volna, megmenekültek most a gyerek. Mit vettünk volna? A tanárnőnek sincs fogalma, gyerekek, ez a legjobb. Kész, ő is azt mondja, hagyjuk a francba az órát, jövünk repülni. Szó sincs, ilyen szövegértés lett volna. Na, szövegértés, majd megtartjuk. Na, jó, ha Feri bácsi lejön meg, Bali bácsi. Igen, a szövegértésre helyett lesz esettanulmány, esetfeldolgozás, tehát ezt erre tudjuk fordítani. Jól van, oké, na, nagyon sok SMS jön egyébként a repüléssel kapcsolatban, meg jönnek közlekedési híreink is, mérnek Debrecenből, Sámsoni út felől egy fekete Skodából, és helikopter hangokat hallok közben. A 85-ös Csorna belterületén... Ne lepődj meg! Szerinted miért?
A vasúti átjár után egy fehér autóból mérik a Sopron felé közlekedőket. Ezt pedig Gigi írta nekünk. Köszönjük szépen. 0670-645-0000. Ez pedig az SMS számunk. A bekötő úton most már lehet látni, hogy végig sorban áldogálnak azok az autósok, akik nem bíztak semmit a véletlenre, nem próbáltak meg bejönni, mint az iskolás csoport a sorompon, hanem a másik oldalról nézik, ugye a kettő darab hátra maradt reptetést. Egyrészt Feri helikopteres reptetését. Juhé! Amit már alig vár. 9 óra után pedig a szorosabb barátságomat az A2-essel. És én megmondom őszintén, tökéletesen megértem őket. Hát annak idején a Zeppelin lángolásáról, és hányan lemaradtak, mert nem készültek. Persze, mi megígértük, hogy nem aljaskodunk. Na! Na mondj egyet! Mondj egyet! Na, semmi! A lúzsdás csavar az neked aljaskodás? Semmi! Mostanra nincs idő, hogy felsoroljam azt a rengeteg aljas szemét dolgot, amit az éterbe böffentettetek velem kapcsolatban. Láttam az SMS-eket. Semmi nem volt. Adj egy pacsit, Feri, itt vagyok az Erkélyen, Budaörs, Deák Ferenc utca, Backi út, sarok, írja nekünk egy hallgató. Na, hát, Feri, elérkeztünk hozzád. Hogy érzed magad? Hogy vagy? Gyerünk, adjatok neki, hajrá! Én nem annyira természetes már a mosoly. Én voltam ott, ahova a király is gyalogjár, nem mesélek arról, hogy mi van arra felé, ne menjetek oda. Már kétszer ürítették egyébként reggel óta. Igen, ilyen borítós kocsik jön. Bali, én kicsit mire. Inkább neked is mondom, hogy az a helyzet, hogy ahogy közeledik az időpont, úgy vagy egyre inkább oda. Tehát az a motoros mozgás, ami most a lábamban van, az nem neked szól. Az egy vegetatív idegrendszeri zavar, azt lehet majd utána autogén tréninggel helyre lehet hozni, mindenféle sok által okozott elváltozás az autogén tréning után egyébként remekül rendben hoz. Nyilván benne van a korodból fakadók és finom parkinzókor. Egészen addig nem lesz baj az emelésig, tehát az tök jó, szerintem, egy mitén 5-ig fölmegyünk, odáig nincs baj. Innentől kezdve, hogy elvesztetted a lábad alól a talajt, akkor kezd izgalmasra válni, és azt a pillanatot szeretném már nagyon érezni, amikor megindulunk. Tehát elindul a helikopter egy picikét. Szeretnéd a francot? Ne, az tényleg. Ne hallod, hogy előre menekül? Ne, túl az annyira érződik. Darálja, gyorsan vége lesz, vagy profi vagyok, letalom meg az összes többit. Figyeljetek, tényleg higgyetek el, a félelem az csak egy bizonyos tudapállapot. Az fejben. A fejben. Most minden, ennél a részéről mindig elnevetem magam. Az összes felmerülő gondolat, a félelem, minden fejben dől. Az összes negatív gondolat is fejben dől. Te meg a fülön dőlsz majd előtt. Ha azt tudod fejben szabályozni, erre felkészültél, és ura vagy a saját gondolatodnak, akkor nagy baj nem lehet. Ha hagyod, hogy a félelem eluralkodjon rajtad, azonnantól kezdve viszont egy befolyásolhatatlan folyamat. Tehát... Jó, már olvastuk a szigorúan bizalmas. Egyébként akarom mondani, hiszen ma nagyon hallgatott az adás, hogy még mindig kapható könyvesboltokban. De hogy tényleg, ha ezt tudod uralni, Feri, akkor nem lesz nagy baj. És mivel uralod? Mondogatod magadnak, hogy jó, ez megy, ez? Nem, eltereled a figyelmet az altesti kieresztésekről. Jaj, tehát a fejedben rendben vagy, viszont a szimeringek már nem úgy zárnak, mint régen. Na, jött még egy-két SMS, csak így biztató jelleggel egyébként. Most dobjátok rá Ferire a méheket. Egyébként tényleg, miért ne lehetne egy ilyen twinban? Igen, de jó vagy. Na. Nem úgy, hogy repülés közben szedem őket össze arccal. Jó, de szivatás mellett egyébként nagyon sok együttérző, drukkoló SMS jön. Mind a kettőtöknek jó lesz állás, Jani. Gratulálok, nem lennék a helyetekben, elképesztő, amit csináltok, írja egy hallgató. Olyan jó lenne hallgatni titeket és tudni, hogy még éltek, de erre ott az iskola. Drukkolunk, gyerekek, Feri, légy hős, csináld meg, ne izgulj, minden rendben lesz. Én repültem már helikopterrel, igaz, lógni még soha nem lógtam alatta, abba bele sem merek gondolni, Balázs, neked is drukkolunk, Jani, király vagy, hogy te már túl vagy rajta, így egy másik hallgató. Kis turul. Igen. Balázs, most láttam a neten, a Wiki már fent van egy társkereső. élőben egyébként ő is itt van, úgyhogy végig nézhet. De ha nem lennél élőben képpen, mindenképpen hoztad volna magaddal, hogy még utoljára láthasd. Így van. Online közvetítésünk egyébként meg. Szeretett a pap. Figyelj, idefele a reptére egyébként az a durva, hogy elmondtam mindent. Hol vannak a kulcsok, hol van ez, hol van az, mit voltak. Ezt így azért egy kicsit átbeszéltünk. Én is odaadtam az összes értéket. A bankkártyádat? Az már nála volt eddig is, de most már adtam kódot is. Ha eddig is nálad volt, most már maradjon is. Kősz bátran. De tényleg egyébként például, Istenem, a jó tündér, még egy kört a sárkányrepülővel. A Beninek mondtál valamit? Az a kacsod, mit fog csinálni? Azt, hogy apád nem normális. Tegnap itt volt a reptéren, egyébként kijött, és egyetlen egy dolog kérdezett meg, és az a durva, hogy nem tudtam rá válaszolni. Ugye itt már ilyen biztonsági technikai előadás ki volt. Ki ez a hülye, aki ezekkel kezd? Ki ez a gyerek, azt kérdezi, hogy apa, ezt miért csinálod? És igaza van. És annyira megdöbbentett ez a kérdés, hogy álltam, tudod, még ott este az ágyánál, apa, miért ültél föl a gép szárnyára?
és így nem volt ideológiám. De nem tudtam ezt neki igazán. Ma belemeltem volna, hogy műsor, meg kitaláltuk, meg a hallgatók, meg a hőssévállás, de a gyerek ezen átlátott. Benny, nem tudtam megválaszolni. Letébreltél el, és azt mondta neki, szemében egy tényleg és azt mondtad, hogy Benny, ha én ezeket a dolgokat nem csinálom meg, 2 év múlva tényleg lenyom az istenes bennem. Mini-mi. Na, itt van velünk Oleti Csibre, hello Imre, jó reggelt. Ha te bejöttél, azt nem tudom, hogy jót jelent, vagy rosszat jelent, de itt ülsz egy ideje, és én azt láttam, hogy egész reggel azért sürögtél, forogtál, intézkedtél, körülbelül 10 perce egyébként most itt ülsz mellettünk. Mi már adásban voltunk, mióta te bejöttél, nem tudtam megkérdezni, hogy miért. Nézze. Ez most jót jelent, vagy rosszat jelent, hogy te itt vagy bent, és nem valahol a helikopter környékén? Ez a pont kérdése. Kérdés, hogy Feri, mihez fohászkodott az elmúlt napokban? Hétfőn bejelentkeztem, szerintem volt egy jó konfer, és úgy néz ki, hogy falra festettük az ördögöt. Itt poénkodtuk azzal, hogy a helikopterünk majd az egyik hajtóművet költséghatékonysági szempontokból nem indítjuk. Hát most kitoltuk a hangárból, szerettük volna ide áthozni a stúdiótok elé, és úgy döntött magától, hogy télen nem fog elindulni. Úgyhogy per pillanat elektromos problémával küzdködünk, keresjük a hibát, de van megoldás, igazából sajnos... Mennyibe van ez neked, Feri? Kit fizettél le? Kilóg a poríték a zsebémből, az olték? De kár! A jó Isten nem fogja, ezt most nem mondod komolyan, hogy az a szart az a gép. Ezt ne... Ebben nem a te kezed van, ezt senki nem fogja azt gondolni. Ezt most tudtuk meg, ne aggódjál. Hát most, ahogy így mondtad, hogy ez a poríték kilóg. Tehát magyar fordítva, a két hajtómű közül az egyik nem indul. Pontosan jól mondod, de miután Feri ráncai kisimultak, én úgy gondolom, az ő keze lehet, hogy ebben bent van. Aha. No. Nem hiszem, hogy lebotoltad az angyalföldi ninja klubba. Jó, figyelj Feri, én tudod, hogy mit gondolok erről? Én azt gondolom, hogy... Nem. Én azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek. Tehát a sors mindig valamit megelőz valamivel. Ha most a sors van reggel úgy döntött, hogy neked nem kell kötélen lógnod, mert a helikopternek nem indult el az egyik hajtóműve. Hát kik vagyunk mi, akik szembe megyünk a sorssal, és azt mondjuk... De most komolyan mondom. Ha ma nem leszek buddhista, akkor soha. Hiszek az ilyen típusú jelekben, mostantól kezdve elkezdtem mantrázni, hogy ne induljon az ankesztes. Higgyétek el, teljesen mentális energiával ezen dolgozom, hogy fél óromban megkapjam ezt a hírt az ankettesről is. Ez egy gyönyörű szép csörte lesz egyébként, mert én pont az ellenkezőjén dolgozok a tudatomban. Most szóval, kiderül ki akarjába. Szóval ennek így kellett lenni, hát van ilyen ok, nem? Maradok a stúdióba. Egy hajtóművel ezt a dolgot nem lehet bevállalni? Tehát ez egy túlbiztosított dolog? Nem, az tényleg teljesen poén volt hétfőn, hogy egy hajtóművel mi ezt megcsináljuk. Szerintem hallgatóknak is lejött, hogy hétfőn sok komolyság nem voltam. Bejelentkezés, de az nem lehet, nem lehet, úgyhogy gyakorlatilag másik vagy a hátsó rotor. Nem, a hajtómű, ami hajtja a francba, azt az egész volna, hogy ha hátsó rotor, akkor pörgött volna a helikopter, és még látványosabb lett volna. Vagy felmegyünk oda, megfújjuk, vagy valamit kitalálunk. Jó, na most azt látom közben, hogy viszont itt van egy hajtóműves, vagy rotoros, vagy egy hajtóműves, jó ezek a szavak, bármit is teljesen mindegy, ne akadjunk el ilyen részleteken. Tehát, hogy ez itt van. Tehát anélkül azért a Ferit semmiképpen ne engedjük el, ha ez a köteles dolog nem. Úgyhogy ő nem ül fel helikopterre, és nem csinálunk valamit. Hogy mi, te tudod, hogy sőt, mi a alternatíva is van, hogy egy kicsit megfordulsz. Látod, hogy mi megpróbáltunk két lehetőséget felvonultatni a Ferinek. Van ott egy nagyon régi kis matuzsám, de ne kérdezz róla sok mindent, egy pokettes típusú repülőgép, úgyhogy gyakorlatilag a lehetőség a te kezedben van, hogy átülsz te is repülőgépre, vagy maradsz a helikopternél, hát ha nem is az eredeti tervek szerint, de Matyikó Ferenc pilóta irányításával itt a reptér fölött gyakorlatilag próbálnak neked egy kis helikopteres élményt nyújtani, ha már egyszer köztársasági elnöki kegyelemben részesültél és nem lettél fellógatva. Na most a helikopteres élményt én nagyjából úgy képzelem, hogy a Feri visítva kiabálva könyörög azért, hogy tegyük le. Tehát most elmegy egy ilyen sétarepülésre. Azt már voltam, az nagyon jó élmény, de nincs benne adrenalin. Tud-e a Matyi úr, hogy nagy szeretettel innen köszöntöm a pilóta urat, hogy tud-e olyat mutatni, amire azt mondod, hogy azt még tese? Tehát, hogy inkább nem ülnél be. Olyat nem mondok, hogy ő olyat fog veled tenni, amiben én se ülnék be, de garantálom, hogy élménymentesen nem fogsz lejönni. Úgyhogy azt látom, hogy megfogadtad jó tanácsom, hogy sötét alsót vettél föl. Igazából, ha hétfőre visszakanyarodunk és azt nézzük, hogy amit ott poénkodtunk, abból mi teljesült be, akkor most már csak neked kell a csokizás alól mentesülnöd, úgyhogy legyen szerencsét. Szerintem Matyikó Ferenc élménybe fog téged részesíteni. Mennyi pénz van nálad, Jani? Van nálad kesz? Tudok hozatni. Reptessük már meg a Ferit, úgyhogy... Gyerekek, azt senki nem zavar, hogy ennek a gépnek nincs ajtaja? Ez mi? Ez üzemszerű? Igen, ez akár üzemszerű is lehet, bár ez kimondottan a hatás kedvéért lett így pluszba, hát úgymond pluszba leszedve róla.
pluszban leszettétek gyorsan az ajtót. Jó, Feri, egyébként nem tudom kicsi... most ezt hirtelen eldönteni, hogy te melyikkel jártál volna jobban. Fölsz a kötél végére és repülsz egy ilyen lájtosat 50 méterrel a föld fölött. Vagy így viszont akkor most, ha nem indul a két hajtómű, és akkor beültetünk ebbe a helikopterre, beszélünk a pilótával, és sírva térdre kényszerítjük a 140 kilót, úgyhogy könyörögni fogsz. Nagyon kedves, hogy nettó 115, így mondjuk a 145, jó? Nettó 115, nettóba, így van. Nettóba számolunk. Jól hangzik, mondjuk én azért azt is el tudnám képzelni, hogy mint a vércse lecsapnál azzal a pokettessel a bakcsomópontra, és megzavarnád ott a forgalmat. Melyik a kettő közül, melyik az, ami garantáltan olyan élményt okoz a Ferinek, hogy ne ismerjünk rá? Hogy átrendeződjenek az arcvonásai. Kicsit így az adrenalin szint feltolását mindenképpen a helikopter garantálna, ugyanakkor egy kicsit az múltba visszamenni, és tényleg a szabad légáramlást érezni, ezt a pokettest tudja, döntse el, a Feri, rábízom. Hát, Feri. Maradjunk most már helikopternél. Méretetlenül szomorú vagyok emiatt, mert én most már tényleg betreníroztam magam, hogy föllógatom a kis testemet erre a vacakra. Én viszont tudom, hogy mit tud ez a helikopter, mert láttam már ilyet. Nem, láttam, hogy ez mit tud csinálni. Szerintem sírni fogsz így, és nem akarok nagyon rádiasztani. Szerintem könyörögni fogsz. Igen. Láttam egy automatát, tehát tudunk még egy kicsit dobni is rajta. Ja, akkor menjünk helikopterezni. Jó, menjünk akkor helikopterezni. Szerintem akkor itt fél alatt rá tudsz készülni, hogy a hírek alatt, és akkor már mi egyébként úgy tudunk visszajönni, hogy te bentről a helikopterben üldögélve. Hol kell elképzelni a Ferit? A pilóta mellett, vagy hátul élvezve az élményutazást a hátsó közben? Az első, pilóta mellett bal oldalt. Pilóta mellett bal oldalt. Bal oldalt. Elől fogsz ülni bal oldalt. Feri, a biztonságkedért adod az órát, majd én tovább passzolom. Ez apám órája volt. Ha meg kell halnom, akkor ebben halok meg. Tudom, mondtad, hogy sokáig a végbeletben őrizted. Igen. Nem úgy volt, hogy apám, amikor a vietkongok elejtették, ugye fogjul, akkor ő aztán átadta egy katonatársának, és aztán ő adta a kezembe, hogy akkor ezt most én. Te mennyire bírod a repülést egyébként? Mert erről még nem dumáltunk. Imádom. Tehát mindenről dumáltunk, de arról, hogy te a gyomorilag, tehát hullámvasút, körhinta, ezek. Nem ülök föl rá. Na ezért kérdezem, hogy én nem ültem még a hullámvasúton életemben, mert egyszer volt egy olyan szett, van a, nem tudom, hogy megvan-e még ez a Vidám Parkban, hogy egy ilyen műcsónakkal fölhúznak 3 méter magasra, és onnan egy sínen így leesel. A vízbe. Na most onnan ezt megcsináltuk egyszer, én egy órát ültem a parton, mire föl tudtam állni. Tehát én így állok a repüléssel, meg ezekkel a dolgokkal. Akkor viszont egész biztos, hogy zokogni fogsz. Tehát ez a helikopter, ez tud olyanokat. Mennyire bonyolult egy helikoptert vezetni egyébként? Nem bonyolult, elég összetett feladat. Ugye használnod kell az összes végtagodat, mind a két lábadat, mind a két kezedet, hogy gyakorlatilag egy időben. Akkor megy már jól, ha egyfajta ösztönösi válik, amihez több száz órát kell repülni. Amíg az elején még gondolkodnod kell, hogy a jobb pedál mire való, a bal pedál, merre mész, addig egy kicsit igazából még ez. A Feri előtt lesznek pedálok, vagy kar, vagy azt akkor gyorsan én úgy tudom, hogy ki van most minden szedve helikopterből, amúgy igen, biztonság kedvéről, nagyon ne avatkozzon bele itt a mutatványba. Hogyha pánikba esik, esetleg a Feri ki tud-e tépni valamit a műszerfalból, amivel a befolyásolni tudja a repülési magasságot, illetve komoly veszélybe sodorhatja a pilótát. Hát, ha ő pánikba esik, akkor mondja, a pilóta lefogja. Tehát a pilótának nem lehet semmi baj, mert ez megnyugtatna minket. Persze, mindenképpen. Figyelj, te tudod azt az egyezményes életet, amit nem mondunk el a hallgatóknak, de egy bizonyos szó, és ez a szó arra vonatkozik egyébként, hogy jöjjön le a helikopter? Nem, nekem erről marhára nem szóltatok. Na, azért kérdezem. Mi az? Nem legyetek szennyák. Mi az? Mit mondtál valami? Nem mondjuk el. Hamburger? Nem. Vagy is. Nem. Vagy mi? Nem. Elmondjuk adáson kívül, de nem tudhatják hallgatni, mert ha kimondod, akkor ezzel fognak cikkel. Ja. Van egy titkos szó, amit eltöntetik. Cheesecake. Becsok cheesecake. Hú, de rossz. Ez a szó nem szól másról, mint ez. Bármelyikünk kimondja, akkor az egy egyértelmű utasítás a pilótának, hogy elég volt, köszönni, szálljon le. Nem mint a gyávaság lenne ez kijelenteni élőben, de azért mégis kidolgoztunk egy ilyen rendszert. Jani nem mondta ki. Tehát figyeltünk folyamatosan, nem mondta ki. Többször elindult a szó, de nem mondta ki. Nem lesz itt semmi gond. Feri... Ne csodálkozunk majd rajta, hogy a pénteki receptje a Ferének a csurgatott leves lesz. Feri nem tud mit kimondani, mert nem tudja a szót. Ugye? Fogalmam nincs, hogy mi csapatjuk. Nem érdekes. Igen, de nem is kell. Na gyorsan még egy-két SMS, aztán elmegyünk repülni. A Végső állomás című film, remélem megvan. Ha nem láttad, nem mondom el, hogy miről szól, Feri. De tulajdonképpen arról, hogy mindegy, mivel mész, nem tudod elkerülni a sorsodat. Ha kötél el, ha kötél nélkül. Nem alfa motor van a helikopterben, kérdezi valaki? Nem. Az menne, tudod? Az menne. Az beleviszi a gazdáját a jóba. Tényleg milyen motor, milyen nyomaték van egy ilyen gépben? Ez egy 505 lóerős turbó, meg a hajtómű, ennyit kell róla tudni. Melyik, amelyik nem megy most, vagy ez az új már? Amelyik az új. Amelyik 505 lóerő. Megy. Na jó, van. Ja, várja, Feri, ne érts fél a te gépe, de mögött van. Ez egy kisebb. Drága hallgatói, néhány perc akkor élőben a budaörsi Raptorről online kamerákkal, streamen keresztül tudjátok nézni, ahogy megreptetjük Feri. A technika, vagy az élet, vagy a sors, bármi igazából teljesen mindegy, közbeszólt, nem lóghatsz kötélen,
én az ilyen jelekben tudod, hogy hiszek erre adok, ez most akkor így ebben a formában nem biztos, hogy vaj, viszont 10 perc múlva masszív zokogás lesz, ebben is biztos vagyok. Köszi. Úgyhogy jönnek a hírek, és utána jövünk a repüléssel, pontosan 8:30. Ez itt a Morning Show. Jó reggelt kívánok mindenkinek, hello, itt vagyunk. 8 óra múlva pontosan 40 perccel, Feri pedig már egy ajtó nélküli helikopterben. Ebben a pillanatban megkapta a felszállási engedélyt. A Alfa Delta Charlie, vagy valami. Ilyeneket szoktak mondani. Egy igazi druszámmal ülünk itt a helikopterben. Gyerekek, ez azért így nem vicces, hogy itt a föld alattad és nincs ajtó. Nem, és az a baj, hogy indítja a hajtóműveket Feri. Hát azért van itt. Mert ahogy egyébként Imre megígérte, egy picit felturbózzuk az élményt a Feri számára, amely pedig azzal, hogy gyakorlatilag azok a kis nyílászárok, amik oldalt szoktak lenni a helikopteren, azok most így le vannak téve valahova oldalt. Tök érdekes egyébként, szemből nézve, még így állás közben is balra dőlt a gép. Keresztanyád, ne haragudják, keresztanyukád. Megígértük, hogy nem szemétkedünk. Egy nagyon szép 4 vagy 5 személyes helikopterben ül Feri elől a baloldalon egyébként, mindenféle pedál és mindenféle botkormány nélkül. Ami a durva, és ami szerintem azért zavarhatja a komfortérzetedet, közben ugye halljuk a pilótát, hogy megkérje a felszállásengedélyt, hogy ajtó nélkül egy szál biztonsági övvel ülsz, de úgy, hogy szinte a kezed és a lábad akár ki is lóghat. Csak mondanám, hogy befúj a szél vadul, és mutatok nektek valamit, mert azt gondoljátok, hogy ez egy 4 pont vagy 5 pontos biztonsági öv, hogy az fölül rögzít. Nem! Nem rögzít! Mozog! Feri, figyelj! Én egyet tudok mondani, szerintem kapaszkodj, tényleg! Kapaszkodj! Igazán kedves és még vagy. Mielőtt felszállnátok, Feri, én is mutatok neked valamit, jó? Az ország kulcsa területe! A biztonság kedvéért nálam lesz, jó? Mert én megbecsülöm az olasz márkákat is, jó lesz még valamire? Az biztos is. Egyébként azt elmondták, beültem nagyon kényelmesen, és azt mondták el, hogy gyakorlatilag semmihez nem nyúlhatsz, és sehova nem teheted a lábad, na, tudod? Mert előttem is van 2 pedál. Hát akkor, gyerekek, térdre, uraim, metál! Szia, Feri! Szevasztok! Szia! Fogalmad nincs, hogy mi vár rád szerintem. Azt mondta Ferenc, a pilóta, hogy csak olyan dolgokat fogunk csinálni, amit bárkivel, bármikor, mindig. Szevasztok! Ez elindult! Ebben a pillanatban Feri elkezdett emelkedni a helikopterrel. Hát, helyben forgunk, nagyon menő. Már egy helyben forog, online közvetítésünk a látható, 10 méterre a földtől egyébként Feri folyamatosan forog, és hátrafelé kezdett el emelkedni a helikopter. Na most az van, hogy én repülővel másokat mentem, helikopterrel pedig, Jézusom, Atya Úristen, gyerekek, beszarok, jaj, bocsánat. Ez nagyon jó, Ferikém, jó, ide jó. Gyerekek, ez olyan, mint amikor nézel ilyen filmet, ilyen háborús filmet. Atya, na Isten, ne basz, ne csináld, hülye vagy, ember! Jaj, bazd meg! Jobb, ne haragudjál, ja, igen, ez most egy kicsit kicsúszott, de egyébként, mivel nálam van egyébként ebben a pillanatban is egy látcső, én látom azt a fajta tanácsolásságot a pilóta arcán, amit te nem mondom, fej. Hogy alulra mit látunk, felé egy ilyen zuhanó repülésben elindul. Ne csináld, nincs ajtó! Jézus Isten, ember! Egy zuhanó repülésben elindul, föld felé, és kb. 20 méterrel a föld felett a pilóta fölkapta egy nagyon durva balkanyarral, komplet Budaörs, M1-M7, Diós, Törökbáli, mindenki láthatja, hallunk. Gyerekek, én nem hallok semmit, elment a fülesem. Elment a mindenem, elment, és gyakorlatilag már magam alá csináltam. Nagyon jó, gyakorlatilag az történik, amit nekünk Imre is megígért, hogy a pilóta végig fog csinálni minden olyan neki kis trükköt, meg kunstot, amit egyébként a gépnek a demo lemezén is lehet látni. Ez fantasztikus. Feri ebben a pillanatban egy helyben lebeg. Nem tudom, hogy hallotok-e még belőlem valamit, nem tudom, hány méteren vagyunk. Itt megálltunk. Egy helyben lebegtek egy 800 méteren szerintem. Mindenféle dolgokat. Ajajajajajajajajaj, ne! Jézus Úristen! Bassza meg! Júj, srácok! Kiváló! Kiváló! Sokkal ez a lejövetel, körülbelül nem tudom mennyi lehetünk egy 150-200 méteren. Gyakorlatilag egy picit állt a gép, és utána fogta Feri, és egy másodperc alatt lejtette, és ezt ugyanezt megcsinálja a repülésből is. Jó! Feri zuhar újra a helikopterrel a kifutó felé. Ez életem legnagyobb élménye, nem gondolom, hogy még egyszer fogom ezt kérni, de ez valami fantasztikus, ahogy megyünk a stúdió felé, most meghúzza, megint fölmegyünk, és megáll, és azonnal ejti le bal oldalra. Látom, gyerekek, tömeg van oda az autók
állnak a kifutópálya végén, menjünk már el oda a kifutópálya végére, ha Feri hallasz engem. Nem tudom. Jaj, de kurva! Jaj, nem mondunk ilyen csúnyát! Ugye nagyon jó, ez de kafa! Oda végére menjünk már el a mi kis hallgatóinkhoz. Megpróbálunk oda elrepülni, ahol a hallgatók állnak. Gyerekek, ezt nem hiszitek el, a gyomrom tartalma, ami egyébként üres, az gyakorlatilag. Szevasztok, srácok! Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok! Jaj, de jó! Már vízionálok, nem áll senki. Azt a mindenit! Teljesen készen van. Fogalma nincs, hogy jól van. Egyébként ezek a pillanatok lehetnek a legdurvábbak, amikor úgy dönti meg a pilóta a gépet, hogy gyakorlatilag a Feri lóg. Leszedjük a traktor tetejét! Atya úr! Igen, aki esetleg nem látja online közvetítésünket... Ez átértem életemben, de ez valami szédületesen jó. Nem hallok belőletek semmit, a fülhallgató kapcsolat, az megszűnt. De amit Feri csinál a helikopterrel, az bármelyik filmben el tudom képzelni. Úristen, megyünk megint felétek, megint meghúzza fölfelé, megtartja, egy picit elengedi, egy picit megtartja, itt fönn nézzünk szét a gyönyörű Budapest előttem, és Budaörs, néhányan fekete zászlót lengetnek, nem tudom, hogy nekem szól-e Bali, vagy neked. És megint ezt a csávó, ezt nagyon szereti, ezt a trükköt. Jóisten, nagyon zuhanó repülésben a Feri megindult a fű felé. Egyébként tényleg hihetetlen, mert hogyha nem hallanak, nem hogy Feri mennyire elragadtatott, hogy mennyire élvezi. Repülünk, nekem becsurgott, férfiasan megmondom, még a keményebb anyagra várunk, de az nem lenne baj, ha nem jön neki azt a kutyafáját. Ennél rosszabbat nem tudok elképzelni, mikor megáll, egy picit hátrafelé van a gép. És megforgatja. Jó, azt nem tudom, hogy fog neki szólni, hogy hagyja abba. Igen, én többször próbáltam bekapcsolódni egyébként a közvetítésben, nem sikerült. A Feri bácsi megköszöni. Gyakorlatilag nem hallok sem, megdobom valamit. Figyelj, a Ferinek... A gyomrom a torkomban forog, de életem legnagyobb élménye volt. Nem tudom, lehet, hogy most már nem bánom, hogy a nagy helikopter nem indult el, és nem tudtam függeszkedni. Bár ha most belegondolok, hogy ugyanezek a mutatványok úgy lettek volna végrehajtva, hogy nincs körülöttem a pilóta fülke, akkor azért az nagyon kemény lett volna. Hallottok engem? Látok, persze, csak igen. Engem hallottok? Mi hallunk téged, csak te nem hallasz minket, érted? Gyerekek. Feri ebben a pillanatban leszállt, és hát szegénykem, ahogy kinéz egyébként, hát sápat. Ugye? Hát ezt mondhatni, ez szerintem a köteles húzásán egyébként 100 000-szer durvább volt. Ezek a hangok is a Feri. Igen, bármit is mondtál, igazad van, és egyébként nagyon ténylegesen jó. Feri nyomokban emlékeztet arra a srácra, aki felszállt a helikopterre. Én nem tudom, hogyha nem láttam volna egyébként, meg tényleg nem hallottam volna azt, hogy a Feri mennyire élvezte ezt a dolgot, akkor azt gondoltam volna, hogy a pilóta haragszik rá valami. Miért? Mert olyan kunsztokat csinált vele, amik szerintem azért konkrétan végül? A cirkuszi kategóriába, a cirkuszi mutatvány kategóriába tartoznak. Feri ebben a pillanatban újra visszatér az anyaföldre, visszaadja nekünk az ő kis nettó 119 kilós testét, és elragadtatott. Úristen, mekkora kőműves dekoltázs. Egy kézfogás szemét, annyira rohadék vagy. Feri ebben a pillanatban megérkezik vissza, és hát figyelj, számomra... Tehát az, amit a kötéllel csináltam volna, Feri, nem is tudtuk átadni igazából, ahogy közvetítette, szenzációs volt, ez 6000-szer durvább volt, mint a meghúztak volna. Gyerekek, azt nem hiszitek el, nem tudom a kötél milyen, most nem bánom, hogy ez volt, ez adrenalinban egyszerűen kész van, vége van, amikor fölmegy előre felé, megtartja az ember, és utána fogja, és elkezdi megborítani, a hallgatóik fölött 5 méterrel mentünk el, mindenki integ egy gyerekek, tele van a sor kint, és mindenki bennünket néz. Feri, a legnagyobbak vagyunk mi együtt, köszi. Azért adrenalinban nincs hiány, nem? Igen. Volt olyan pillanat, amikor nem hiszed el. Ezt de elhittük adásban. Zseni volt. Hallottuk, az volt a legjobb az egészben, hogy te ugye nem hallottál minket, és emiatt végig közvetítetted az egész, amíg csak álltunk, bámultuk, és hallottuk, hogy tolott folyamatosan. Egyébként lentről is szenzációs volt. Isteni volt, föntről meg még jobb. Hát az, amikor áll a gép, és egyszer csak így rád néz a pilóta, és bolint egyet, hogy gyerekek, nem lesen. Így van, ezek az 1 millió eurós trükkök a Kobra 11-re. Jézus, a gyerek, annyira profi az ember, rezzenéstelen arca nyomta, írtózatosan jó volt. Gyomrod? Jó. Jól van? Nem érzed? Hát amikor így leborít, vagy amikor nagyon fölhúz, és tudod mi a baj? Hogy nincs támpont a szemednek. És akkor elkezdett keresni, hogy hol van a vonal, a horizontvonal. De akkor már benne vagy egy másik. Nem, akkor a horizontvonal nincs meg, tehát nem tudod, hogy hol van. Köszönöm!
Az meg, ahogy 10 méterre a föld felett jöttetek felénk, arra emlékszel, hogy vagy 5 méterre a föld felett repültetek az üvegstúdió föl, és itt kapta föl, pont fölöttünk. Embertelen, hogy mit tud az arc. Köszönöm, uram, hogy leállt az a fránya gép, ez szerintem ez sokkal nagyobb volt. Kicsit szomorú vagyok, mert a lógás az, az is jó lett volna, de majd egyszer azt is megcsináljuk. Ez kész vagyok. Madarak hőmérséklet. Milyen madarak? Milyen? Ha, azt sem tudom, hol voltam. Semmi. Próbálod keresni a tekinteteddel, amikor megáll fönt így 300-on, az nagyon vicces, mert az ember nem áll a levegőben. Alapból, helikopterrel. Az nem egy megszokott dolog. Na jó van. Hát ti már ott a napos oldalon. Na kell, te is keresgéld az elragadottságnak a hangjait, a szavakat, amiket mi használtunk, te is majd próbáld meg majd hitelesen továbbadni. Én azt gondolom, hogy te nehezebb feladat előtt állsz most, mint ketten együtt véve. Hát nem tudom, látva a Feriét egyébként ebben nem vagyok biztos. De. Jó, oké. De. Csak nem akartam. Körülöttem legalább volt egy kicsi védőburok, tudod? Igen, igen. Isten, de szép az a szék, te Jani, nem? De jó. Mi? Úgy érzitek, hogy jól néz ki egyébként? Hát, igen, figyelj. Innen. Igen. Megnyugtató, hogy egy órája már senki nem ment a szék közelébe. Tehát engem ez azért így mentálisan egyébként megnyugtat. Igen, mert félnek, hogy a fejükre esik. Reggelit még volt egy kis szerelés, még úgy valamit csináltak. Most már ugye az ankettes és az ankettes jobb szárnyán található szék közelébe egy órája nem ment senki. Úgyhogy egészen jól állunk. Valaki áll egyébként a gépnek, és megpróbálom leolvasni a szájról, hogy mit mond, hogy ezerszer mondtam, hogy a nagy szervizel átkeressenek a rohadt gépnek legalább 10 évente egyszer. Csináljuk már meg. Egyébként tényleg áll valaki, és Tamás tanul telefonál a gép mellett. Na jól van. Itt van egy hallgatónk, akivel már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Gergő vagyok. Hello, Gergő! Honnan telefonálsz, Gergő? Hát most helyileg konkrétan nem szeretném megmondani, annyit mondanék, hogy egy sikvernyő gyártó repülősök. Hoppá. Repülősök, igen. Elmondhatjuk így is, igen. Igen. Feri magánkívül volt finoman fogalmazva, hallottad? Igen, ezt hallottam. Így van. Nehéz lett volna nem meghallani. Igen. Ne aggódjatok a csúnya szavakért, higgyétek el, nem jön ki más belőled odafönt, csak az üvöltés. Abszolút megértem, mert konkrétan Janinak a helyzetét átéreztem én is, mert én is repültem. Hát konkrétan ilyen sárkány repülőszerűséggel. Uh-huh. Inkább a strike-nak nevezik. Mindig a siklóernyő, csak beülős, nagy motoros. Figyelj, ha ezen túl vagyunk, én többet nem akarok repülőkről hallani egy ideig. Tehát itt már a belülő, a karabine, a szél, sehova vonattal megyünk. Na jó van, ne kivágjuk. Besenyei hívott Balázsról, akkor nem. Ne hívj vissza, nem vagyok, beteg vagyok, eléredetlen vagyok. Figyelj, kezdünk, jó? Így szól az első kérdés dedikált nyakorlasztóért. Milyen légijármű volt a Zeppelin? Mi volt ő? Zeppelin, léghajó. Így van. Repülős kérdések, Jani. Tematikus. Mehetünk tovább? Mehetünk, persze. Itt szól a második kérdés dedikált pólóért. Milyen nemzetiségű Felix Baumgartner az első ember, aki ejtőernyős ugrás során átlépte a hangsebességet? Talán szomszédos országból. Osztrák, így van. És a harmadik is egy zicser lesz egy olyan embernek, aki szereti a repülést. Menjünk tovább. Hát, jó lenne az a dedikált bőg, de próbáljuk meg. Próbáljuk meg. Így szól a harmadik kérdés. Hogy nevezik az olyan repülőgépet, ami képes vízre leszállni és onnan felszállni? Hidroplán. Ennyi. Így van. Jó, dedikált bőg. Nem akarok kiabálni. Nyugodtan egyébként. Jó, nagyon örülök, ez napfénypontja. Hát nekem. Nekem majd lesz. Igen, nekünk 10 után jó, túl vagyunk ezen. Gratulálok, drukkolok, nagyon drukkolok, nagyon sok szerencsét, minden rendben lesz. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy jó is lesz, hidd el. Köszönjük, köszönjük. Küldjük az ajándékcsomagot. Ciao. Köszi szépen, ciao. Hello, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Ilyenkor mindig már így mosolyogsz, hogy 9 óra, mindjárt vége az adásnak. Ilyenkor mindig, gyerekek, nem iszunk egy kávét, vagy ilyenek, mi van?
Fura, hogy a Jani még itt van, nem kezdett el bankautomatát keresni. Hát csak ilyen fél tízkor szoktam. Ráérek vele, már megvan a kártyád is, meg a PIN kód is. Jó, lehet arcoskodni nyugodtan, jó, elkezdhettek keménykedni, de gondoljatok arra, hogy kegyes voltam hozzátok. Mind a ketten gondoljátok végig, hogy amikor a levegőben voltatok, hagytam az ostoba tréfákat, megőriztem a méltóságotokat, és csak közvetítettem mindenféle aljas, fekete humor nélkül. Ezt várom el tőletek. Na most bocsi, én nem hallottalak. Hidd el, hogy én nem volt ember annyira veled, mint egyébként tényleg sajnáltalak, kemény volt. Na, hát jövünk vissza akkor 9 óra után, az ankettes felkészült, a kempingszékek már a szárnyra erősítve, gumipókkal és minden mással. Most már nem tudunk ebből kimászni. Nagy gond nem lehet, most szépen elmegyünk, zenélünk együtt, átvesszük azt a szót, ami nyerjük majd ezzel, de fogjuk mi a titkos szót, igen, amit mondok, amivel le tudod kényszeríteni újra a gépet a földre. Na jó, drága hallgatóink, még mindig a helyszín, ugye a budaörsi repülőtér, 9 óra után pedig, hát tulajdonképpen jövünk vissza a tisztárkal a vasemberre, ugye? Személy. 5 perc van, 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlt sok perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók, szevasztok! Szevasztok! Szép látok az arcotokon. Ne nézz balra, a kaszetében hasa kilátszik. Tudsz veszélyesen élni, de ez még neked is sok. Igen. Hát elindult igazából a dolog, most már ilyen mindenféle mikrofonokkal, különböző biztosítókokkal, hevederrel és mindennel együtt felszerelkezve az ankettes mellől tulajdonképpen, ugye? A gépet bemelegítették, az elmúlt percekben már megjárattuk a motort, egyelőre működik, most 3 méterre vagyunk a géptől, de még nem jár ugye a motor. Balázson már rajta van az a felszerelés, ami a repüléshez feltétlenül szükséges, tehát a két belső fejhallgató, ugye ezt szépen felragasztottuk így neki van, is. És ettől a frizurája olyan lett, hogy most már ténylegesen a fiatal Mark Hamillre hasonlít. Tehát, hogy most már a hasonlóság annyira megtévesztő, hogy egy picit keresem is az oldalán a fénykardot, de nem fénykardot látok az oldalán, hanem egy hasitasít, egy-két üzletet, még nyíl beütsz esetleg, viszed magaddal a kest. Tudsz váltani? Aprót. Janinak tartozok 3000-rel, de csak 20-ason van. Jó, megpróbáljuk föltenni a bukósisakot. Egyébként nekem már ez önmagában megérte, ezzel láttam, és soha nem láttam, hogy egy bukósisak felfért volna a fejére. Tehát most már abba hagyhatnánk, mert már egy történelmi léptékű tetten túl vagyunk. De hát ugye... Jó, azért azt ne felejtsd el, hogy a tegnapi napot... Ez már szóló, Gábor? Igen. Hogy... Egy tegnapi napot megelőzte egy sisakpróba, tehát ezért itt volt izzadás, amíg megtalálták a megfelelőt egyébként, mire ezt fel tudtam tenni. Úgyhogy, na átvettelek benneteket a másik mikrofonra, ezek kicsit máshogy hallottuk, úgyhogy ez nem egy spontán sisak felvétel volt, ez már le volt próbálva. Na. Olyan egyébként a hangnál, mint hogyha föl lennél. Szerintem csináljuk úgy, mint hogy már föl. Szerinted ennyi emberrel elletíteti, hogy fönt voltam? Várjál csak, én vagyok a motorhang. Rohadt nagy vagy. Csináljuk azt, hogy most nagyon megölellek benneteket, és ezáltal olyan, mintha éppen most érkeznék. A fotók már megvannak, és tulajdonképpen kész is vagyunk. Jó, na, akkor... Hát mi lesz? Maradtok a földön? Maradjatok a földön, az a biztonságosabb mindkettőnk számára, te meg már ugye most ebben a pillanatban úgy nem vagy érdekes biztonság technikailag. Azt vállaltuk Jánosra, hogy innen a szédítő mélységből nézünk majd nem lesz fel, egyszerű. Jól van. Na, ha mászhatok, akkor mászhatsz. Elindulok fölfelé, de egyet kérek, hogy itt vagytok a fülemben, csak mondom, na, hogy téged is és téged is hallak. Give me five, hát ha nem. Let's go baby. Gyerekek, na, van egy biztonsági mellény a Balázson, azzal fogják majd kikötni őt a székhez. A hasán van egy kamera, amivel az ő arcát fogjuk majd mutatni. Szerintem az most az internetes közvetítésben már látszik-e, de az biztos, hogy majd, amikor lesz egy összevágott anyag, akkor ezt megnézhetitek. Kaszkadőreink fönt várják a gépen, és elindult Balázs. Atya úristen. Jézusom. Most mi nem halljuk a Balázs, gyerekek. Már most része vagy a történelemnek. Na várjál, megpróbáljuk vissza. Jó, gyorsan adunk neked egy kézi mikrofont. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy ez itt már egyébként állva a repülőn is elég magasnak tűnik. Tehát te már ott lent, János, nagyon apró vagy. Így van. Balázs olyan messzire került tőlünk azáltal, hogy felmászott a gépre, hogy fönt van egy finánc, aki kéri már tőle a víz. Igen. Ugye a felszállást is élőben lehet közvetíteni, most már nem megyünk el zenére, nem megyünk el reklámra. Igazából drága hallgatók, annyit tudok elmondani, majd még készülök tőletek elbúcsúzni, hogy nagyon szerettem veletek lenni, nagyon szerettem ezt a műsort, senkit ne engedjetek beülni a helyemre. Jó? Ha ők ketten akarnak valakit, ne engedjétek. Ha te nem vagy, mi sem vagyunk. Megvárjuk akkor még, hogy ezt megcsinálják. Jó. És akkor utána szerintem indulhatunk is.
Tehát, hogy ez, igen, tulajdonképpen nekem ez nem annyira szól a szájmikrofonom. Gondolj a 10 millára, gondolj a 10 millára. A biztosításomra? Persze, a főiskoláig megvan, Benny. Nagyon drága főiskola, abból nincs meg. Csak mondom. Hogy van a gyomrod, Feri, egyébként? Most már kezdek visszaállni, ez a két lábbal való talajon állás sokat fog rajtad is segíteni, amikor visszaérsz. Így van, hogyha egy grafikonon kellene ábrázolni két párhuzamos csíkkal a te gyomrodot meg az ő gyomrát, akkor most kezdenek el távolodni egy kicsit egymástól. A tiéd megy most fölfelé. Na, lassan megcsináljuk azt is, itt az átjátszót kell még beprogramozni, ami a gépben van, ez megtörténik hamarosan, és akkor újra hallunk téged. Na, ott ne nézd le, ne nézd le, az 6 méter. De az a durva, hogy tegnap, amikor ide följöttem, ugye most már fönnállok a gép törzsén tulajdonképpen, akkor ugye még volt tériszonyom, hogy most már annyira hozzászoktattam magam a gondolathoz, hogy felszállunk, hogy itt már simán áldogálok, és egyáltalán is tériszonyom. Tehát ez a gondolat. Fejben dől el. Minden fejben dől el, így van. A Balázs egyébként úgy néz ki lentről, mint Mad Max, aki elkezdett valuta üzérkedni, mert a hasám ugye ott van egy ilyen kis hanyítasi, amiben viszi magával az euróhegyeket. Figyelj csak, felöltöztél te rendesen? Nem lesz ott hideg? Nem, egyébként nem. Hoztunk egy motoros kabátot, csak abban az kinőtt, egy ilyen gyorsasági motoros kabát, abban nem tudok leülni. Úgyhogy adtak rám egy másiket, ez egy motoros jacky egyébként, ez szerintem elég lesz. Hány fok van fönn? Igen, azt azért írják egyébként gyorsasági motoros kabátnak, mert hamar vége van a futamnak. Egyébként nem kell, hogy meleg legyen. Júj, nézd, hát közben pilótán kinéz az ablakon, minden rendben, főnök, jól működik a motor, nagyszerű. Én még egy pillanatra ide benézek, hogy itt mi a helyzet. Ja te abba fogsz ülni? Hát persze, mit gondoltál? De miért nézte mindenki a másik széket akkor? Na, közben én bejöttem a pilóta fülkébe, szeretettel köszöntöm a vezérlő egység legnagyobb ismerőit. Minden rendben van-e? Igen. Jó, ide visszafogottan nyilatkozik a pilóta úr. Gyerekek, jó minőségű gépünk van, kiváló kezelőszervekkel. És azt most mondom neked, Balázs, remélem, hogy hallod. Hallak, persze. Kérlek szépen, kettő darab nagyon jó minőségű fekete bőrkesztyűt húzott fel a pilótánk. Milyennek az oka? Hát azért, hogyha az ember keze izzad, akkor ne csusszon le a kormányokra, illetve amikor kezeli a szerveket, akkor hogyha olyan közel vannak egymáshoz a karok, hogyha odaütközik, akkor nem veri le a bőrt. Nem veri le, vigyázz! Ez a hivatalos verzió, valójában pedig azért, hogy ne maradjanak a botkormányon új lenyomatok a későbbi felelősségre vonás. Igen, vége. Most már nem nevetünk mindenki. Gyerekek, az a durva egyébként, hogy konkrétan már a szárnyon ülve egyébként majdnem, hogy tudok adni nektek egy közlekedés jelentést, mert hogy körülbelül ugye a hiperek tetejével vagyok egy magasságban, ami kis túlzás egyébként természetesen, de hogy rálátok a budai hegyekre, látok török Bálintot, tehát nagyobb magas egyébként innen nem kell menni, ebben a pillanatban egyébként történik a bekötés, tehát rögzítik a széket. Én nem nézem, hogy mit csinálnak, az az én mentális energiámat most nem veti el. Jani, csekkolt, hogy jól kötnek el. Látsz még minket? Onnan a magas. A pici integető bogár, én vagyok. Mi az ott a közvetlen a bal kezednél? Van egy vas, ez a majré vas? Ez azért van, hogy kapsz, ez ugye, a katapult. Vagy... Tehát ezt meghúzom, perc, hogy te meg benyalod. Ilyen vagy. Ez azt mondjuk, ez egy ilyen kapaszkodó a bal kezemre lett kiépítve, hogy mégse úgy üljek itt, mint a tényleg, nem tudom, az első sorban ülnék az iskolába. Ez egy, ez a meg tudom fogni legalább a bal kezemre. Meg azt tudod, miért érzetre van. Érzetre nem sok, csak legalább valami. Mondjad, Feri. Amikor elengednek a csavarok, akkor úgy tudsz oldalt fordulni, amit mondtak, emlékszel? Ja, tényleg. Tudod? Igen. Oldalt fordul. Igen, Imre a pilóta reggel 6 órakor, hát ezt már elmeséltük, ugye, úgy fogadott, hogy... Nem, ezt bocsánat, ez már tegnap elmondta, hogy... Hát, hogy arra figyeljek, hogyha lazulnak előttem a csavarok, így nyilván humorizál, forduljak oldalra, mert úgy kisebb a légellenállás. Ennyi. De jó arc vagy. No. És a jobb kezednél miért nincsen ilyen vas? Azért, hogy tudj elintegetni, vagy hogy elteled a figyelmetet, és esetleg simogasd magad, ha olyan állapotban kerül. Ott miért nincs ezen az oldalon? Szerintem költséghatékony. Vagy itt legyen 50 centi, vagy ott ne legyen semmi. Gyerekek, vagy szimmetrikusak legyünk, vagy így legyen. Kis repülés, nagyon nem kell felszállni. Igen. De hogy a nézelőtök, hogy menjen, hogy ennyi kaján vigyor, ami itt van, most komolyan mondom, a gép előtt legalább 200 darab ember áll, mindenki nagyon röhög, mindenki azt gondolja, hogy nézd, de jó, hogy nem én ülök itt. No, kérem szépen, elérkezett a pillanat, hogy a mi biztosítási alkuszunktól megkérdezzem, hogy az a bizonyos 10 milliós biztosítás, amiről beszélgettünk Péter a múltkor, az megvan-e? Megvan, igen, megérkezett. De nem írtuk alá, az nem zavar? De majd, mert mi vagyunk a szerződők. Igen, tehát ti vagytok a szerződők, és a kedvezményezett ki, csak nem te. A kedvezményezettek nem mi vagyunk, azok az örököseitek, a kedvezményezettek, úgyhogy... Megnyugodtál, Bazsi? Most próbáltam nem figyelni, mert itt közben a kaszkadőr barátaim azt kérdezik, hogy próbáljak meg fölállni, csekkolták a rögzítést.
rögzítés. Tehát, hogy itt közben azért zajlik a dolog. Jó az nekünk, Feri, amit mondott, vagy nem? Ez jó, a jó az nekünk. Bennünk. A Jani meg én nyerünk, ha baj van. Úgyhogy mindenféleképpen jó. Közben a... Nem ti vagytok a kedvezményezettek, csak mondom. Szerintem. Most intéztem. De még gyorsan írasd át. Nem. Most intéztem. Az előbb már elmondtam a ruházatod nagy részét. Annyit kell, vagy érdemes róla még tudni, hogy három egyéb kamera is van. Különböző állásból fogjátok majd látni az összevágott videón a Balázs arcát. Ezek a kamerák ugye nem közvetítenek most jelet, tehát az internetes közvetítés, amire rá tudtok még most csatlakozni, az egy külső képet mutat be, ahogy elgondolom, az is nagyon-nagyon jó lesz majd. A kis kamerák képét később fogjátok meglátni. A biztonsági mellény hátulját rögzítette te a két kaszkadőr barátunk, reméljük, hogy jól rögzítette ehhez a bizonyos székhez. A lábad a szabadon mozog, ugye? A lábam szabadon mozog, annyit kértek tőlem, hogy előttem van a fékezőszárny, ha arra rálépek, nem nagyon tudunk fékezni, tehát próbáljak meg úgy üldögélni a levegőben, hogy erre a fekete sávra, ami itt van előttem, végig a gép mindkét szárján elől, arra ne lépjek rá, mert az a fékezőszárny. Így van, így... Mondom, drága barátaim, nem lesz gond, ígérem, hogy nem fogok rálépni. Nyilván erre fogok figyelni 300 méteren, hogy mire fogok rálépni, vagy mire nem. A másik instrukció a lehajolás, amiről már ugye beszéltünk, hogy hát tulajdonképpen, ha már nagyon nem bírom és nagyon feszít, hajoljak így előre, így, ez az állás, mutatom, mert így egy kicsit tudok pihenni. Mondom, srácok, köszönöm. Tehát nagyon hasznos információ. Igen, ez egyébként nagyon jó, hogy a fékező szárnyon van közvetlenül. Esetleg előfordult egy olyan helyzet, hogy a pilóta fülkeveimre azt mondja, hogy na mi az anyád? Akkor egy lassul, lassul a gép, de csak meg a jobb oldal. Jó, a pilóta nem tudom, hogy hall-e. Ernő, Imre, hallotok? Nem, villas. Jó, velük van egy egyezményes kézjel, tehát ha én látjátok, hogy én nagyon integetek valamit, valahogy mondjátok el nekik, hogy a Bali kommunikál valamit. Jó, jó, nem nagyon tudom, jó, még egy kört. Nem tudom, ahhoz mennyire hozzá vannak, vagy vannak hozzászok, hogy ők nézzék, hogy mi történik a gép jobb szárnyán. Szerintem permetezés közben nem nagyon egyébként kell azt figyelni. Szerintem az integetés önmagában az egy nagyon jó ötlet, viszont lehet, hogy át kellett volna venni velük különböző jeleket, hogy ezek az integetés a részedről mit akarnak elképezni. Mert ők szerintem mindent úgy fognak majd föl, eupória, nagyon tetszik neki. Nagyon jó. Bírja a srác, jó fej. És nézd meg, hogy ők hogy izgulnak, kihajol és fényképez. Ennyi. Hát nem fogják elinni otthon. Következő történik, elgurulunk egyenesen, megfordulunk. Jani, neked közé integetnek, hogyha ott maradsz, ja, akkor lekaszálnak, tehát ez nem biztos, hogy jó. Elindulunk, és itt fogunk állítólagosan felszállni előttetek, utána pedig tesszük az iskolakört, kisebb-nagyobb fordulókkal. Egy dolog nyugtasson meg, ha a gép mégse tudna felszállni, és oda abba a facsoportba becsapódik, akkor neked nem veri ki az ága szemed, tudod? Mert van rajta sisak, úgyhogy ez szerintem egy jó. Jani, mit látsz a távcsövön keresztül? Te tényleg távcsővel nézel? Igen, most gyakorlatilag azt látom, hogy a Bali bal halántéken elindult egy tejcsepp. Bishop. Perce, a nevem Bishop, és tejet izzadom. Ez egy droid, ez a... Elindult ez a pillanat, nem az AN2-es 9 hengere felpörgött, elindult a lapát. Gyerekek. Mi van? Komolyan mondom, aki ezt kitalálta. Elindult a lapát. A lapát, igen, hogy hívja? A motor egyébként már be van melegítve, tehát ezzel már igazából probléma nem lehet, de mi más probléma lehetne egyébként egy olyan gépnél, ami annyira biztonságos, mint az AN2-es. Balázs nagyon-nagyon lazán ültünk. Én ennél lazábban őt ülni még soha nem láttam. Föltette a kezét a háta mögé, a feje tetejére, egyelőre még jól érzi magát. Az AN2-es légcsavarja már fölpörgött, kis melegítés, és ebben a pillanatban elindul a gép, most megy ki valószínűleg a kifutópálya végére, és az uralkodó széljárással szemben fog majd felszállni. Na, srácok, hallottok? Hallunk, nagyon jó minden. Mondjad, milyen érzés? Egyelőre közelítünk egy szénabáb bogjához. Remélem, pilóta barátaim látják, hogy ezt ki kell kerülni. Már most nagyon nagy szél van. Tehát azt már elmondhatom, némileg a frizurám összeborzolódott, ez kicsit zavar. Akkor most álljunk le! Álljatok le, hívjátok a stylistot! Ezt így nem csinálom tovább. Hol a hairstylistom? Nagyon jó, komolyan mondom. Nagyon sokat látok egyébként. Most fogunk ráfordulni a felszállásra, és onnantól kezdve, hát ezt már nagyon megúszni nem lehet, azt gondolom. Nyugodtak vagyok, amire számítottam, de hát tudjátok, mit mondott a ti öreg barátotok? Minden fejben dől el! Így van, gyerekek! Így is van, így ebben is a pillanatban van. Az AN2-es ráállt a kifutópályára, a felső szárnyon Sebestyén Balázs bekötve, és most egyeztetik a pilóták a felszállási engedélyt, ha ezt megkapják, akkor teljes gázzal előre elindul a gép, és előttünk néhány méterrel fogják fölkapni a gépet, amelyen Balázs te üldögélsz. Ezt nem győzzük hangsúlyozni, ha elfelejtenéd, akkor még egyszer mondom, a szárnyon vagy 6 méter magasba! Jó, ne piszkáld azokat a rögzítéseket, már nem tudsz leszállni, innen nézek mindent. Pasi, fönn vagy! Így van, felemelkedek! Úristen, gyerekek, egy másodperc alatt! Mondjad, milyen érzés! Nagyon ott vagy!
ezt látnotok kell, azonnal mindenki a netre. Elszállt az emberünk, az AN2-est fölkapták most körülbelül 30 méteren lehet a szárnyán. Sebestyén Balázs egy jobb fordulóval megindult, utána küldtük egy helikoptert, ha leesne, akkor legyen, aki kimenti. Egyelőre nem látjuk a gépet, csak a füstöt. Ja nem, visszatért, jól van, megvan. A repülőgép egyébként ebben a pillanatban szépen jobb oldalára dőlt, és amiről már korábban beszéltünk az adás során, hogy gyakorlatilag ezek a kis jobbra borítások, ezek a legmeredekebb pillanatai a repüléseknek, mert így gyakorlatilag elveszíti azt a kis képességét, hogy tájékozódni tudjon. Most már egyébként vízszintesen repül. Beszélj, Bazsi, hallunk, beszélj! Gyerekek, nem nagyon tudok beszélni, mert eléggé feszítenem kell magam, hogy tettépje le a sisakot a fejemről. Hát az, hogy ez egy beteg dolog, azt én tudtam, de hogy itt ülök egy szárnyon, ez olyan, mintha álmodnék. Egy rettenetesen durva jobbfordulóval próbálunk éppen valóban fordulni. Jobbra zöld, belettem kék, alattam barna. Gyönyörűen hallunk, úgyhogy nyugodtan közvetítsd, hogy mi az érzés, mit látsz, mindent hallunk, minden szabadat. Gyerekek, a szél az... Igen? Akarsz mondani akartál valamit? Ideges Balázs, itt vagyunk! Ez az, gyerekek! Ez a része konkrétan olyan, mint egy légitámadás. Az a baj, gyerekek, hogy nagyon-nagyon erős a szél, és nagyon kell tartani a fejemet fasizókból, hogy ez a f***ra. Tehát nem tudok nagyon beszélni, de remekül hallok benneteket. Most repülünk el a házukból, hogy tök jól néz ki a medencém. Már megérte a beruházás. Ugye, a látvány egyébként innen lentről nagyon egyszerű, tehát hogy gyakorlatilag megy egy repülőgép, nem túlságosan magasan, nem túlságosan gyorsan, és valami van a szárnyon, de nyilván ezt a szárnyon átéli egy picit más érzés. Igen, jól mondod, János, nem sokkal. Tehát egy egészen picit más érzés, valamiféle autópiac fölött repülünk, Jani, vannak hosszál Dacia-n. Jaj, oké, dobja a kártyát. Figyelj csak, szólj a pilótának, hogy ne menjen olyan alacsonyan, mert azt a bizonyos verébrajtot föl fogja majd riasztani, és abba pont belementek, tehát az nem túl jó. Egyelőre nem látunk semmit, de a motorzaj megnyugtató, az még ketyeg. Valahol a budaörsi repülőtér környékén, most talán az M7-es autópálya fölött lehettek. Hallasz még bennünket? Hallok jeleteket, igazából... Fölött, meg egy kevető fölött, ez igazán ízlésre. Jó, na, fordítsd el a tekintetet a másik irányba. Egy picit morvitrőfa a pilótától, de egyébként szeretem. Nincs esélyi van, az a baj, hogy annyira erős a merencéje, hogy rettenetesen kell a hasamot tartanom. Hajolj előre! Tudod, ez volt a megbeszélt jel, ha nem bírod, akkor hajolj előre, úgy talán jobban tud beszélni. Jani, most repülünk el, a tető felett van akciós csirkemel a szétnak! Hazafelé mindenképpen beugrok! Vigyázz egyébként, hogy merre és mit nézel, balra temető, jobbról vándorcirkusz. Dupla veszély! Figyelj, zseniális egyébként a látvány. Ugye csak gyakorlatilag egy ilyen 50 méter magasan van jelenleg a repülőgép. Jön le, leszállás következik. És jöttök lefele? Nem tudom, igazából úgy néz ki. Egész biztos, a repülőgép 3 méterrel a föld felett megközelíti a talajt, és nagyon szépen leteszi a pilóta. Szépe a letevés? A fékszert mozog alattam folyamatosan, kicsit elfelejtettem, hogy nem szabad rálépni. Lent vagy a földön, Balázs, lent vagy a földön. Hihetetlen. Nagyon-nagyon nagy élmény. A szél az hat jó, nagyon erős, tehát nagyon tartani kell, de olyan perspektívából látod a földet, ami egész egyszerűen hihetetlen. Várjál, hogy az a gép mögött gurul, az micsoda, a gyerekek megint berúgták a focilabdát, vagy leesett a feje? Szerintem a kerék. Igen, na úr, nagyon kellett tartani. Ők végig egyébként kajáról röhögtek benne, tehát két ilyen jól szórakozó ember, a két pilóta, Erdő és Imre, végig fotózták az egészet, és nagyon jól szórakoztak. Imre néha így kiintegetett, miközben bal kézzel fogta a botkormányt. A szél volt a legerősebb, tehát amire az ember nem számít, hogy nincs félelem, meg semmi, a szél az, amivel egyszerűen nem lehet mit csinálni. Olyan, mint a tépni le a fejedről a sisakot, és megy hátra az egész tested, az nagyon durva, tehát az a legkeményebb. Balázs, messze vannak a mikrofontól a kedves nézőink, ezért nem hallhatod, hogy mindenki azt kiabálja, hogy még egy kör! Még egy esélyt inkább! No, kérem szépen, begördült a gép, lent van! Megtörtént! Itt vagyunk, kérem szépen! A budaörsi repülőtéren itt a srác, aki megjárta az eget egy AN2-es szárnyán!
Ez az, ezt eddig Magyarországon egy ember csinálta meg, de ő neki ez a szakmája, a hivatása, kaszkadőrként. De itt van Magyarország első AN2-es repülőgép szárnyán utazó, rádiós és televíziós műsorvezetője. Élsz, Bali! Hello, ott vagytok, szevasztok! Hey, hello! Szia, hozhatjuk a platina implantátumot a nyakadba? Nem, inkább vedd ki a katétert, mert már... már nem kell. Már, szerintem már nem kell, úgyhogy vedd ki nyugodtan. Jött végig velük egy helikopter, ezt igen, nem is láttam igen, közben. Igen, és végig filmeztet, tehát gyakorlatilag test közelből lesz meg minden egyes felvétel a repülés teljes hosszáról. Gyerekek, ennél betegebb dolgot még soha nem csináltam. Tehát, na, hogy ez most gondolkodhatunk a következőre. Tehát ez valami elképesztő. De jó volt, konkrétan olyan érzés, mintha repülnél. Tehát nem tudsz miben kapaszkodni, nincs nagyon alattad semmi, nincs tájékozódási pont. Tehát ugye a repülőben, ha ülsz, akkor azért ott mégis kinézel, van ablak, bármi. Ez olyan érzés tényleg, mintha repülnél. Tehát itt a semmi nem lenne, alattad is repülsz. Egyedül tényleg ez a has előre, ez szinte lehetett volna még repülni, de nem bírod tartani, annyira tép hátrafelé, hogy nem bírod tartani. Igen, nagyon mi szereltettük le azt a tarkótartót, mert hogy túlsúlyos volt a gép, tudod? Úgyhogy ennyi. Azért kértük. Ja, lett volna egy áttábla? Le kellett a gyereknek. Nem, Janinak haspadnak otthonra. Figyelj, egyébként tökéletes az, hogy most rengeteg tapasztalattal vérteződtél fel, és a későbbiekben természetesen a következő második, harmadik, negyedik alkalommal már ezeket a tapasztalatokat fel tudjuk majd használni. Sokkal jobb széked lesz legközelebb. Megígérjük. Itt a srác, kikötötték a mi barátaink, akik vigyáztak rá végig. Nem biztos, hogy lehetok azért most jönni annyira. Na most már leesett, csak egyszer csak 6 méter. Az milyen ciki lenne, leszállás után leesik és eltörik a lába. Igen, megcsúszta a lábi, jaj! Akkora rohadékok vagytok komolyan, hogy ezt nem tudom mondani. Jaj, gyerekek, izomlázom van már most. Tehát igaz? Igen, nagyon durva. Igen. Na, látod, hogy még vannak rajta izmok? Király volt, tudod, milyen jó látvány volt lent? Jól nézett ki? Megőrültem. Jó volt. Amikor átrepültem egyszer, akkor nagyjából megpróbáltam kivenni, hogy hol vagytok, de annyira kapaszkodtam, hogy nem nagyon láttam semmit. Ahogy emelkedett a gép. Azt nem is lehetett érezni egyébként. Fordulj meg. Megfordulok. Ide, jó, ott vagy, igen. Gyere le. Jó, az is jó. Jó, arra, ügyesen. Itt van. Jó, az jöjjön a párhuzamosan. Jöjjön a puka, várja a segítő. Várja. Ne, úgy. Király! Yes! Azért nem mondom, nagyon hogy rossz jó. Isten nem hozta a földön, reméljük békével jött. Nem bántunk senkit. Tudod, mekkora élmény volt látni? Figyelj, szemből, ahogy elindult a gép a földről, elemelkedett, és ott ültél a szárnyon, én megőrültem. Nagyon jó volt. És volt az a dolog, ami kívülről jobban néz ki, mint ülni rajta, mert nincs érzeted tulajdonképpen. Tehát semmit nem tud. Láttam, hogy egyszer átrepültünk, de még azt sem tudom megmondani, hogy pontosan hány kört mentünk. Tehát, hogy ez így mind nincs meg. Hát szerintem ez látványnak is, meg belülről is hatalmas élmény volt. Tehát nézni is óriási volt, meg biztos, hogy belülről is hatalmas lehetett. Mikor kirakod a kezed, és így alákap a szél, akkor az olyan, mintha egy illetépne át. De konkrét repülés élmény, tehát elképesztő. Miért kár, hogy ezt nem kapcsoltuk be. Jó, de már nincs belőle. Fél órát már öngyűjtett. Hihetetlen, hogy mit bírnak ki ezek a faszékek. Még ha faszék lett volna, de hogy ezt fölmondták, hogy ez egy kempingszék volt, amit akciósan vettek még tegnap. Azért így néha-néha az ember lenéz a rögzítésre. Tehát amikor érzed, hogy szakít hátra a szél, és nem tudsz előre görnyedni annyira erő 150-160-nál, akkor azért úgy tudod, egy-egy pillantás így ment a csavarokra, hogy azért még ott vannak-e. Tehát akkor ugye azért eszedbe jut, hogy gyors hanyattal ott még valami vicceset tudsz mondani. Igen. És aztán... Hát igen, mert akkor azért eszedbe jut, hogy éveken át hízlaltad az arcodat, és most ez mind visszaüt. De élőadásnál nincs szebb. Zseniális volt. Zseniális volt. Na jól van. Oké. Hát hallgassuk meg szerintem, hogy mi történt veled kora reggel. Mi az ott a szátszél egy cserebogát? Semmi, egy kisebb merébb rajat találkozom, ne törődj vele, de bekapdossam őket egyenként. Meg Feri repülését is, mert azért az hát, szerintem pusztító. Van sípunk. Igen. Tessék? Van sípunk. Ott csak sípunk lesz. hogyha szerintem a hallgatók ma csak fele annyi élménnyel gazdagodtak így a rádiót hallgatva, vagy a streamet nézve, akkor már megérte mindenkinek. Mi szerintem óriási életre szóló élményekkel lettünk most gazdagabbak ezen a napon. Hogy érted? Férfi vagy hős? Kislány. Férfiak már rég nem éreztem azt. Férfi már évek óta nem vagyok. Na jó, van, jövünk a nap legjobb pillanataival, aztán jövünk vissza már is. Ez történt a Morning Show-ban. Szia, János. Vigyázz magadra. Hát, úrist. Halljunk egy jó motorreszentést. Brum, brum, brum.
Nem mondasz semmit? Egyszer verhovináztam, annak zúzós a hangja volt. Még egy utolsó, de szeretlek benneteket, vagy valamit. Mindenkit nagyon szeretek, de leginkább élni! A motor felbőgött, hány ló elő? 60? 55 azért, ne nézd többnek, mint amennyi. Szevetek vagytok. Csubi, kész a hiperhajtóbű! Azt mondtad, megjavítottad. Megindult a gép! Istenem, 3, 2, 1, bevizeltem! Még a földön vagy! Figyelj, most emelkedett el! Na milyen, Jani? Atya úristen! 15, 20, 40, 50! Figyeljetek, srácok, föntről látok mindent! Hé, ott valaki üzekedik a bokorban! Zseniális! Valakinek integetek, ő visszainteget! Nem, csak mutatja, hogy laza a csavar! Csak a tudtodra akar adni valamit! Rossz az irány! Leértékelés van a praktikerben, visszafelé beugrok, ha túléltem. De az iskolakör, azt tudod mi, hát hogy a pilotád is most tanul. Annak, aki géppel száll fölébe, csak térképet áll, és nem tudja, hogy be vagyok kakál. De milyen egyébként kis lélekvesztő repülni, jó, nem? Tehát folyamatosan kapaszkodok a mellettem lévő csövekbe. Nincs máshol hely. És az a baj, a pilotám fulladozik, mert gyakorlatilag van egy lábkulcs fönt a derekán. Elől összefogva egy klasszikus jiu-jitsu technikával próbálok meg egy kis erőt meríteni az ő testéből. Én integettem, láttad? Igen. De én nem, mert nekem fázik a kezem. Igen, a Feri nem vette ki a zsebéből a kezét, ne haragudj. Nagyon hideg van itt lent is. Elképesztő. Most már például embereket nem tudok kivenni ilyen magasságról. Ez egyébként nem csoda, János, 300 méteren vagytok, onnan már ritkában lehet, igen. Nem hiszem el, hogy még itt is trafiznak. Figyelj, komolyan kérdezem, hideg van fönt? Hideg van, nem? Várjál, most egy ennél fontosabb kérdés, biztos, hogy nem kellett aláírni azokat a biztosítási kötvényeket? Én itt integettem neked, hogy írd alá, de már nem hallottál, mert szállhatok föl. Azt hittem, hogy autogramot akarsz. Egy utolsó. Igen. Na jól van, János, hogy megkezdték az ereszkedés, szerintem landol a budaörsi reptéren villogó leszálló fények közepette. Közvetítsd a leszállást, Jani! Na mi van, csillák? Na mi van? Senki nem lehet benne! Mégis megcsináltam! A pilóta jelvényem akarom most! Ebben a pillanatban János leszállt egy jó 20-25 perces sárkány repülőzés után, hasonlítva Dumbra, amikor Espenbe mentek a motorral, ami egy liti teszik százon, robbá fagyva. Na milyen volt, közben János gurul a beton felé? Várjál, most egy picit ilyen amatőr masszőr mozdulatokkal megpróbálom visszatolni a hasüregemből a rendeltetésszerű helyére a heréimet. Jó nagyot repültetek! Nagyot! Én megmondom őszintén, hogy nem is számítottam rá, hogy ennyit. Motoros sárkányosok körében van egy nagyon kedves szokás, hogy az első repült köröd után van egy beavatási szertartás. Mindenkinek fizetek egy kört a reptére. Na? Te szemét! De van egy ilyen avatás, hogy kis pacskolás. Első repült kör után. Na, milyen volt? Tényleg jó volt, hát nem? Hihetetlen volt így szúnyog kettővel föntről látni a sasfészket. Most írjuk a betétlapot, de megértem, mert láttuk Janit. Írja valaki egyébként teljesen komolyan. Valaki összekoccant, hogy téged most nézve. Még elfogadom egyébként, mert nyilván egy kicsit korábban jöttek be ezek az SMS-ek, ezt a janizás, de én nem Jani vagyok ezen túl, hanem kis turul. Itt van velünk Goleti Csibre, hello Imre, jó reggelt! Poénkodtuk azzal, hogy a helikopterünknek majd az egyik hajtóművet költséghatékonysági szempontokból nem indítjuk. Hát most kitoltuk a hangárból, szerettük volna ide áthozni a stúdiótok elé, és úgy döntött magától, hogy tényleg nem fog elindulni. Úgyhogy per pillanat elektromos problémával küzdködünk, keresjük a hibát, de van megoldás, igazából sajnos... Mennyibe van ez neked, Feri? Kit fizettél le? Kirúg a poríték a zsebémből, az olték. A jó Isten nem fogja, ezt most nem mondod komolyan, hogy az a szart az a gép. Ezt ne. Ebben nem a te kezed van, Feri. Én tudod, hogy mit gondolok erről. Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek. Tehát a sors mindig valamit megelőz valamivel. Ha most a sors van reggel úgy döntött, hogy neked nem kell kötélen lógnod, mert a helikopternek nem indult el az egyik hajtóműve. Hát kik vagyunk mi, akik szembe megyünk a sorssal? De most komolyan mondom. Ha ma nem leszek buddhista, akkor soha. Azt látom közben, hogy viszont itt van egy hajtóműves, vagy rotoros, vagy egy hajtóműves. Ezek a szavak bármit is teljesen ne akadjunk el ilyen részleteken, tehát hogy ez itt van. Nagy szeretettel innen köszöntöm a pilóta urat, hogy tud-e olyat mutatni, amire azt mondod, hogy azt még te se. Tehát, hogy inkább nem ülnél be.
Olyat nem mondok, hogy ő olyat fog veled tenni, amiben én se ülnék be, de garantálom, hogy élménymentesen nem fogsz lejönni. Úgyhogy azt látom, hogy megfogadtad jó tanácsom, hogy sötét alsót vettél föl. Figyelj csak, reptessük már meg a felét, úgyhogy gyerekek, azt senkit nem zavar, hogy ennek a gépnek nincs ajtaja? Ez mi? Ez üzemszerű? Igen, ez akár üzemszerű is lehet, bár ez kimondottan a hatás kedvéért lett így pluszba, hát úgymond pluszba leszedve róla. Pluszban leszedtétek gyorsan az ajtót. Jó! Akkor menjünk helikopterezni. Hát akkor, gyerekek, térdre, uraim, metál! Szia, Ferenc! Szia! Fogalmad nincs, hogy mi vár rád szerintem. Azt mondta Ferenc, a pilóta, hogy csak olyan dolgokat fogunk csinálni, amit bárkivel, bármikor, mindig. Szevasz! Ez elindult! Ebben a pillanatban Feri elkezdett emelkedni a helikopterrel. Hát, helyben forgunk, nagyon menő! Már egy helyben forog, online közvetítésünk a látható, 10 méterre a földtől egyébként Feri folyamatosan forog, és hátrafelé kezdett el emelkedni a helikopter. Na most az van, hogy én repülővel másokat mentem, helikopterrel pedig, Jézusom, Atya Úristen, gyerekek, beszarok, jaj, bocsánat! Ez nagyon jó, Ferikém, jó ide jó! Gyerekek, ez olyan, mint amikor nézel ilyen filmet, ilyen háborús filmet, ember! Egy zuhanó repülésben elindul. Nincs ajtó! Jézus Isten! Ember! Egy zuhanó repülésben elindul. A föld felé, és kb. 20 méterrel a föld felett a pilóta fölkapta egy nagyon durva balkanyarral. Ajajajajajajajaj, ne! Jézus Úristen! Konkrétan olyan, mint a zuhanó. Júj, srácok! Kiváló! Sokkal ez jobb, a lejövetel, körülbelül nem tudom mennyi lehetünk egy 150-200 méteren. Gyakorlatilag egy picit állt a gép, és utána fogta Feri, és egy másodperc alatt lejtette. És ezt ugyanezt megcsinálja a repülésből is. Feri zuhar újra a helikopterrel a kifutó felé. Ez életem legnagyobb élménye. Nem gondolom, hogy még egyszer fogom ezt kérni. De ez valami fantasztikus, ahogy megyünk a stúdió felé, most meghúzza, megint fölmegyünk, és megáll, és azonnal ejti le. Jézus, nagyon zuhanó repülésben a Feri megindult megint a fű felé. Ez itt a Morning Show. Gyerekek. Ugye? Hát, az az igazság, hogy azért ennyire már régen örültem a laptopomnak, a napszemüvegemnek, tudod, a sluszkulcsomnak. Tehát, hogy az ember, amikor így visszatér és újra találkozik a kis szeretett dolgaival, hát azért nem mondom, hogy nem rossz, hogy túl vagyunk rajta. Szóval volt izgalom bőven, de ez elmondhatatlan. Tehát, hogy nem is tudom leírni egyébként, hogy milyen volt ott fönt. Nem lehet. A videó majd nagyjából látszik valami, de érzetre akkor se lehet elmondani, hogy ez elképesztő. Igen, mert hogyha az ember mondjuk egyetlen mondatban el szeretné mondani azt, hogy te mit csináltál azon a képen, akkor csak annyit kellene mondania, hogy nem rendeltetésszerűen használtad. És ebben minden benne van. Az a durva, hogy egyébként ez így fönt is eszembe jutott, tudod, amikor egy pillanatra így átfutott a kanyarnál, amikor elrepültünk itt a hiper, meg az autó, nem tudom, amilyen a használt autókereskedés, meg ott a temető fölött, hogy egyébként tényleg, ugye akkor láttam meg a gépet, mert az végig egy jobb kanyar volt, és én ugye elindultam lefelé, a gépszárnya fönt fölöttem a másik. A pilóták is kicsit dőlnek, és ránéztem a gépre egy fölülre, mert ugye én voltam alul a forduláson, hogy mit csinálok itt? Miért ülök egy szárnyon egy pillanatra? Tehát ez így átfutott az ember agyán, de érzésre egyébként egész egyszerűen elképesztő. Én mondjuk ablak mellé kértem, tehát hogy egy kicsit ablak mellé kértem, de nem kívülről. Igen, picit hiányzott a kétering, azt hittem, hogy legalább egy kontraszt volt eközt meg a business class között. Igen, nem értettem, hogy miért nem hoznak pesgőt a beszállásnál. Tehát ez egy picit fura volt, az ablak melletti helyet is hiányoltam, illetve az epret, de hát mondom, akkor ez biztos egy fapados. Na, egy félkomoly kérdés akkor, mi van a tériszonnyal ilyenkor? Nem tudsz rá gondolni, nem jut eszedbe, meg azért egyre én egyébként tényleg kicsit így rágyúrtam agyban, de nem tudsz, annyira feszíted és annyira tartod, hogy nem jut eszedbe a tériszonyod. Olyan az érzet, olyan, mintha belülről látnád azt, amit ugye látsz a repülőn, amikor repülsz, tehát ugyanúgy, ahogy fordul, csak ugye a menetszél, a zaj, az a hihetetlen szakító erő még nyom hátra, ami érzékelteti, hogy szárnyon ülsz, tehát nem tudod elfelejteni, nincs meg a komfortérzeted. De maga, amit látsz, meg hogy az egész az olyan, mintha benn ülnél egy repülőn. A tériszony az hál' Isten nem jött elő. Amikor elindul a repülő, és volt ez a pici felszállás, akkor így huppantunk egyet, az mondjuk nem volt jó, de utána onnantól kezdve egy küzdelem az életedért, hogy fönn maradj a székbe, húzod magad előre, eszembe jut, hogy le kell görnyed, nem le
kell görnyednem, úsztam magam előre, nem tudtam előre menni. Tehát, hogy nagyon kemény. Tériszony, a legutolsó, amire gondolsz, a tériszony. Hányszor mondtad, és már kezdtük is elhinni, tényleg, hogy minden fejben dől el, közben meg Fekete Lacinak volt igaza. Csak az izom, kis táska, csak az izom. Igen. Néha volt úgy, hogy mondom, ha most megyünk még egy kört, azt nem tudom, hogy hogy fogom tartani. Mert ugye lazíthatsz, csak a lazítás azzal jár, hogy kicsit elengedsz, és ugye kiegyenesedsz. Abban a pillanatban tépi le a bukót a fejedről a menetszél. Tehát folyamatosan előre kell dönteni. De nagyon szép a látvány. Nagyjából be tudtam lőni, hogy hol vagyunk, és azt még sajnáltam, ugye, hogy nem tudtunk elmenni a hallgatóink felé a másik irányba, mert az iskolakör az folyamatosan jobbra megy. Illetve, mint később megtudtam, neked a sárkánnyal ugye kifele az M1 M7 felé, és nagyobb mozgástered volt, mint az Ankettesnek, aki így tudott, tehát nem tud berepülni egy másik reptér miatt. Mi nem arra mentünk, a szél vitt arra. Igen, a ti repülésetek improvizatívebb volt, tehát ahonnan fújt a szél, tehát mi ezért tudtunk folyamatosan két jobb fordulót. Most menjünk arra! Igen, kétkor mentünk, mennyit mentünk? Kettőt. Kettőt? Nagyot. Az átrepülésre szintén emlékszem, megpróbáltak benneteket valahogy megtalálni, de nem találtalak benneteket a tömegben, hogy hol vagytok. Ugye kettőt mentünk, át. És most egyébként fél kettő van, néhány órán keresztül ájult voltál. Csak meg kellett várni, hogy magadhoz térj, hogy le tudjatok hozni. Igen, mégse szedhetnék le ájultan ennyi sajtóorgánum előtt. Jaj, gyerekek, hát jó volt, de úgy most egy időre pihenjünk, nem? Menjünk vissza a stúdióba, csináljunk onnan a dát. Milyen fura egyébként, hogy örülni tud az ember azoknak a falaknak, azoknak a gipszkartonoknak, meg azoknak a rácsoknak az ablakon. Igen. Milyen szépen kell lenni. Ennyire még nektek se örültem soha. Hatkor, amikor itt bemegyek, nagyon fáradtan, nagyon álmosan, meglátom, hogy te valami sütemény majszolsz, te ott bujod a gépet, nem tudok annyira örülni, mint amikor ma megöleltelek benneteket. Figyelj, egyébként csináljuk már azt, hogy mindig olyan 5-kor elmész, lepülsz egyet az Ankettest, aztán soha nem leszel rossz fej 6-kor. Mindig pöröksz. Nem, mindig örülsz majd neked. Van téma. Járjál be így. Nem mondta, hogy nem lenne menő. Leszállsz az ülőid így. Ott ülnék így hátra, tehát kézzel leszállnék az ülőid. Igen. Jó, de amit azért ne feledkezzünk meg, hogy amit ti végigcsináltatok, azért az se. Szóval te kis lélekvesztőddel ott reggel 7-kor a szélben, te a helikopterrel, az majd a videón fog igazából látszódni, mert ugye mi próbáltuk átadni, meg hát ugye azt gondolom, hogy a te közvetítésedben is ott volt a Kraft, ha lehet így mondani. Picit kevés maradt benne az ismét. Igen, az ismét viszonylag sok síp lett volna, ha azt mind leadjuk, de hogy azért az a videón fog kijönni, hogy téged nagyon megtáncoltattak fel, hiszen te azt benne nem is tudod, hogy te kívülről egyébként mit kaptál, tehát hogy ez hogy nézett ki. Elképesztő volt. Úgyhogy nagyon. Hmm. Nem? Mi mondjuk nagyon rögtünk. Hát nagyon nagy volt. Én konkrétan kerestem a távirányítót. Mi meg itt izgultunk a Balázsért lenne a földön. Semmi humor. Azért kicsit ment a rohadékoskodás azért. Néha hallottam, szóval végig ott voltatok. Volt, hogy röhögtem, csak nem tudtam válaszolni, annyira erőlködtem. De... Egyébként annyira jól nézett ki kívülről, hogy az ember már tényleg elkezdett egy picit irigykedni. Úristen, de nagy lenne ezt kipróbálni. De jó, azért, hogy mégis ő van fönn, és nem mi. De nézd, hogy repül, sose integettetek még őszintén. Mi volt a jelszó, azt már elmondhatjuk. Hamburger. Nem? Igen, a Feri elmondta, hogy hamburger, az csak volt, akkor még nem árulhatjuk el. Direkt nem mondtuk el. Hát én nem tudtam, hogy a hamburger a jelszó. Volt a jelszó, igen. Nekem nem szóltak. Azért nem mondtuk el, mert ez lélektanilag nem jött volna jól, mert hogy akkor tudtad volna, hogy van mibe kapaszkodni, akkor érted? Végig tehát, hogyha látod állandóan a vészféket, akkor óhatatlanul is arra kezdesz el gondolni, hogy meg kéne húzni. Így hogy nem tudtad. Igen, így nem volt mit mondani. Köszi, így tényleg rendesek én meg fönt elfelejtettem, és arra gondoltam, hogy cheeseburger. Big Mac menü. Rántott fagymakarikám. Tényleg azért nem mondtuk, hogy nehogy az elején kimondom, akkor vége a repülésnek. Kicsit szenvedjél. Na jó van, hívjuk a naphallgatóját akkor már is. Tényleg mindenkinek köszönjük, aki itt volt a helyszínen. Nagyon sok SMS jött, hogy Török Bálint, Diósdér, mindenki állt az erkélyen. Rengeteg SMS, hogy jött még olyan, hogy a Hungárián is valaki felnézett, és sírva röhögött, hogy hogy repülsz fel te. Konkrétan. Tehát, hogy mindenhonnan néztek. Van nincs so. Halló, jó reggelt, halló. Jó reggelt, sziasztok. Halló. Te is egy repülőn ülsz, vagy hol vagy, mert nagyon zajos. Nem, én most indultam el onnan a repülőtértől, mert ott voltam, végigvésztelek titeket. De jó, köszönjük. Itt bent vagy a másik oldalon a szervizóton? Én a Kölyérberkin álltam egy robogóval, láttam, ott felettem szálltál el, Balázs. De jó fej vagy, hogy kijöttél. Fú, én láttam, hogy ott állnak az autónak, de nem volt erőbb integetni. Küzdöttem a nyomorúságos életemért, nem tudtam nektek leintegetni. Na jól van, te vagy a naphallgatója. Ugye már csak egy ilyen kis fekete humorral szellemeskedtél, Balázs, sajnos dugóba kerültem, nem érek oda, aláírás a kaszkadőröd. Úgyhogy ezzel te lettél a nap hallgatója, gratulálunk és küldünk neked egy ajánlott csomagot. Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgattál. Ciao. Sziasztok. Hello, hello. Mi, ő is? Nem jó, nem tudom, ez mit a repcsivel menne ő is. Na, igen. Hát, hogyha ugyanolyan a hangja, mint repülőn, akkor jövőre mi is robogozzunk inkább.
mindenki azt fogja hinni, hogy valami nagy dolgot csinálunk. Igen. Na jó, van, Csabikám, itt vagy, hello! Hogy ne lennék, hát olyan büszke vagyok rátok, szevasztok, hősök, hello, hősök! Hello. Mi újság? Bejöttél hétre, hogyha baj van, akkor tudjál. Persze, itt ülök és hallgatom, és lélegzet visszafolytva vártam, hogy, hogy mi történik, és az igazság, hogy bennem azért volt egy kis félelem, hogy hát azért mégiscsak benne van az, hogy esetleg visszaléptek, azt mondjátok, hogy jó, hát azért ez veszélyes, mi se tesszük meg, és valószínűleg senki nem haragudott volna, de nem. Tökös nem, csávók vagytok, nem. Ki kell mondani. Nem, megoldottuk. Megoldottuk a terotorodat is, úgyhogy visszalépéssel itt szó nem volt. Igen. Jó, van egy-két konkrétum, akiknek ugye szeretnénk megköszönni igazából, mert nagyon-nagyon sokan vettek részt ebben a produkcióban. Ugye, ami drága jó Imrénknek a Fly for Less Kft-től nagyon-nagyon sokat tettek bele, köszönjük szépen. A két A2-es pilóta, Simrén, szintén Jakab Ernő és Bogár Imre, ők voltak ketten a pilóták, fotózkodtak, nagyon sokat nevettek, és remekül szórakoztak, amiket egyébként repültem. Két ilyen vidám ember, hogy én néha rájuk néztem, hogy valami kézét, az egyik a térdét csapkodta, a másik fotózott, a harmadik így nézegetett. De kivezett a repülőt. Rendkívül jól szórakoztak egyébként, tehát két ilyen vidám ember, cseppet se nyugtatott meg, de nagyon helyesek voltak. Aztán Matyikó Ferenc volt a te pilótát, Feri, hát hogy te én mennyire... Én nagyon hálás vagyok neki, köszi! Hogy te mennyire akarod megköszönni, ez egy nagyon, kis kérdés. Nagyon jó volt. Egy nagy kérdés. Aztán Szász Laci a kis helikopter pilótája, ő jött az A2-essel, és Magyar Tamás volt a te pilótád. Így van. Jani. Ő igen. Nem pilóta volt, ő emberrabló. Igen, valahol ott a budai hegyek mögül hozott vissza téged. Aztán azért drága jó kaszkadőröm, Gulyás kis Zoli, aki ugye egyébként eddig mindez idáig egyedül hajtotta végre ezt a produkciót. Hát sajnos Zoli, ezzel már nem tudsz haklizni. Igen, sajnos most már az én nevemet is oda kell mellé tenni. Ugye köszönjük a szponzoroknak, nyilván nagyon drágák voltak együtt. Csináltuk végig ezt az egészet a hallgatók segítségével az Axnak, és hát a stábunknak, az online stábunknak, Gyuláéknak, Gáboréknak, mindenkinek természetesen, és hát most már előre nem akartam, de utólag a biztosítónak is természetesen. Így van. Az Egon is nagyon jó fej volt, hogy mellénk állt ebben a dologban, hát picit sajnáljuk, hogy nem sajnáljuk. Nem, ma nem is akarom az emberüket megismerni. Jó, itt volt valahol, tudtuk, hogy itt van, ott volt nála a nyilatkozat. Nem biztos, hogy kell nekünk találkozni. Akit esetleg kihagytunk, ne adj Isten tényleg mindenkinek. És hát nem utolsó sorban nyilván a hallgatóknak, akik itt voltak mögöttünk a másik oldalon, illetve a bekötő utakon, meg hát SMS-ben, hogy az egész ország ezt így végighallotta, vagy hallgatta. Egy-két feketén humorizáló SMS leszámítva, azért nagy többségben egyébként nagyon sokan drukkoltak nekünk, és köszönjük szépen, drágák vagytok. Egy darabig most pihenünk, már nem Szabira megyünk, nem is rossz ötlet. De holnap egy Szabi. Holnap után. Jó, hogy feldobta, hol legyen kettő. De tényleg mindenkinek nagyon szépen köszönjük. Így van, és a CLB-nek, hogy ugye így a biztosítást keresztbe kötötte rajtunk, bár Péteren nem láttam az izgalmat, akivel szoktunk mi beszélgetni. Szerinte jó volt így. Én nem írtam alá semmit. Köszönjük. Azt mondták, nem kell, de megnyugodtam most már igazából. Na jól van. Meg hát valószínűleg az új lenyomatunk is elég lett volna, ha megtalálták volna az ujjainkat. Hát te, ahogy integettél ott, hát nekem nem sok kellett, hogy levigyek. Itt a rotor! Jól van. Te holnap dolgozol, nem vagy, ugye? Én nem jövök holnap, magatokra hagylak benneteket, holnap után nem jön a Jani, úgyhogy te nyerted a legjobbat, te vagy a hős. Én vagyok csütörtökön, meg pénteken. Hát nem voltál a legnagyobb, neked kell képviselni a hetet. Igen, mindenki rád kíváncsi, tessék, kapjanak meg. Rohadék. Odaadunk. Így van. Na jól van, 2 perc van, pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorra, remek zenei lesznek, Csabikám. Köszönöm kérdésedet, igazi kincsek vagytok nekünk, kíváncsi vagyok, hogy mi jön ezután. Minden este hozom nektek Bruno Mars újdonságát, Treasure. De jó, de szeretem azt így a földön hallgatni, te azt a Bruno Marsot. Soha nem örültem még egy ennek a Bruno Marsnak. 2 perc múlva 10 óra, köszönjük szépen mindenkinek, holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Ciao, sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids up. It's brand new.